Jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket, Garami Gábor vagyok, és szeretném bemutatni mindenek előtt a zenekart, a Colony Lounge formációt hallhattátok. Ez már a sokadik alkalom itt a Nőkommenten, és ilyenkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy ki az, aki már sokadszor volt, ki az, akinek ez már nem az első alkalma, hogy van ilyen Nőkommenten. Nagyon jó. Azt is lehet tudni, hogy esetleg hány embert hoztatok magatokkal? Kettőt, hármat, nagyon jó, ez folytatódjon így. Aki esetleg a Facebookon követ bennünket, ott nyugodtan megkeresett, megtalál a Facebookon, és mindenféle internetes elérhetőségünk van, illetve elérhetősége van. A Nőkommentnek ott rengeteg információt megtaláltok a szereplőkről, a korábbi adásokról. De hogy pontosan mi fog ma este történni, ezt néhány másodpercen belül majd a színpadon ülő kiváló művész nők elsősorban, mert hogy ma lesz egy meglepetés, egy kaputtojás a hölgyek között. Ők fogják elárulni, hogy pontosan miről is szól ez a Nőkomment, és lássuk, kik a ma esti vendégek. Az újrakezdés és kitartás élő szobra, olimpiai aranyérmes hosszú távúszón, tavaly vonult vissza az élsporttól, azóta a TNC Sport divíziójának vezetője, menedzser, a színpadon Risszovéva. Érkezik egy három gyermekes budai édesanyja, akinek a mindene a család. Fészekrakó, extravagáns és éles nyelvű. Mindenhez és mindenkihez van egy jó, de néha esetleg egy rossz szava is. A mai est civil szereplője László Nikol. Jászai Mari díjas színész, énekesnő. Az anyateljel szívta magába a színészmesterséget, számos színdarab mellett játszott tévéjátékokban, magyar és nemzetközi filmes produkciókban egyaránt. A 11 éves Richard édesanyja a színpadon, Balázsovics Edit. A következő kedves hölgy egy szabadúszó színésznő hobbija, a divattervezés, a stílus megszállottja. Évek óta ője a legjobban öltözött híresség díja, a Magyar Hospice Alapítvány nagykövete aktívan részt vesz a gyógyíthatatlan betegséggel küzdők mindennapjainak megkönnyítésében. A színpadon Dobó Kata. Érkezik egy televíziós szerkesztő riporter tanár, a Keresem a családönöse, a Jön a baba című műsor főszerkesztője és műsorvezetője, igazi klasszikus értelemben vett újságíró a színpadon, Hadas Kriszta. Nehéz nem mosolyogva bemutatom a következő kedves vendégünket, hiszen szeleburdi családtagként ismertük meg mosolygós kislányként, körülbelül talán ekkora lehetett. Kedve azóta sem változott, ahol ő, ott a jókedv, a színpadon vagy a televízióban is vérbeli szórakoztató. Már is érkezik Ábel Anita. A mai est divája egy Jászai Mari díjas magyar színésznő, énekesnő, érdemes művész. A legnagyobbakkal láthatott egy színpadon. Humora megfoghatatlan, mégis mindig van benne valami nagyon időtálló és kedvelnivaló. A színpadon Herrádi Judit. Jó estét kívánok mindenkinek, és meg kell, hogy mondjam, hogy minden egyes alkalomkor a mi szívünk ünneplőbe öltözik, és nem csak az ünnepek közelettével, hanem amikor azt látjuk, hogy ilyen sokan eljönnek, és kíváncsiak ránk, és azt gondolom, hogy van valaki, akinek különösképpen öröm ez a szívének, méghozzá ez a valaki az, aki kitalált ezt a Nőkomment Talk Show-t. Ő Kendemofer Krisztina, aki ezt az egészet színpadra álmodta, és mi meg büszkék vagyunk arra, hogy ebben az álmában tudjuk őt támogatni, és most már sokat szóra vagyunk itt a MOM-nak a színpadán, és nagyon jó érzés ennyi embert látni, úgyhogy mi köszönjük szépen, hogy ma estét is velünk töltik, és reméljük még sok estét. Sok szempontból egyébként rendhagyó lesz ez a ma este, hiszen lesznek elég, hát hogy is mondjam, a pikáns témáink, amit mi jól kibeszélünk, és lesznek olyan témák is, amit hát nem azt mondom, hogy a szőnyeg alá söprünk, de néha úgy szeretjük, hogy nem, erről inkább nem beszélünk, hát mi ma este fogunk erről beszélni. És egy újdonság is a ma este folyamán, hogy lett nekünk egy ifi tagozatunk.
nem azért, hogy mi olyan öregek vagyunk, jó, én már igen, de szeretnék, hogyha a felnövekvő fiatal generáció is részt venne itt a ma estében, és ugye tudják, hogy mindig van egy férfi meglepetés vendégünk, hát ő még nem az, és természetesen nem is fiatal lányokat hoztunk ide, mert azt én nagyon nem viselném el, hanem egy fiatal fiút, aki szerintem borzasztóan tehetséges, ő nem csak zseniális énekes, zeneszerző, zongorista, DJ, tanár, modell, ha értik, mire gondolok, ő lesz, hát beavanzsáljuk nővé, nem? Lincényi Márkot fogadják szeretettel! Tanár, igen, tanár. Én nem is tudtam, hogy modellkedtél. Igen, nekem a tépfülemet eddítettem. A modellkedés oktató. A modelljárás, ha esetleg bemutatnád, akkor... Ez egy másik este lesz az önálló modelltanári női magánszámon. Egyébként most ez egy érdekes szitu, már nem először vagyok nő kommenten, de most először vagyok nő. De hát azért neked nagyon markáns véleményed van az életről, annyira már megismertünk. Tehát egészen másképp lát bizonyos dolgokat, mint ahogy mi. Hát attól függ, hogy mit. Sok mindenben egyetértettünk, például amikor Pesőt kértél. Hát igen, nyomokban férfi tartalmat. De hogy... Hát szokja. Egyébként egy hosszas diskurzusom volt Márkóval itt a műsor kezdete előtt, hogy műfenyő vagy igazi. Úgyhogy mi ezt már megbeszéltük, nem tudom önök, hogy vannak vele. Én rábeszéltem, hogy megyek műfenyő, de hát ez csak az én perverzitásom. Természetesen ennél azért pikásabb témákkal készülünk. Szerintem vágjunk is bele a közepébe. Katán, mindig én húzok először, húz most el. Megértem most olyan bátor. Igen, nem van nagyon pikás. De mi lehet az számodra? Hát a karácsony. Ja. Lesz arról is szó. Jó. Az este folyamán. Idegörlő karácsony, konfliktus kezelés és megfelelési kényszer. A mindennapjainkat átszövik, néha tönkre teszik. Az utakon, a munkahelyen, a családban, a bevásárlóközpontokban, az ünnepek alatt mindenhol ott vannak. Hogy oldjuk meg? Hú, én már az kérdés elejét elfelejtettem. Hát ugye ma este is ezt szimbolizálja, hogy egyszerűen a legképtelenség az utolsó két hétben már közlekedni, legalábbis Budapesten. Én mindig elhatározom, hogy tényleg minden évben, és nem tudom, hogy miért, mert soha nem tudom betartani, hogy jókorán megveszem az ajándékokat, és ilyenkor már nyugiba tudok ülni, sőt, ilyenkor már be is van csomagolva. Hát ez a mai nap sem történt még meg. Tehát, hogy én nekem ebben az elkövetkező két hétben, persze bizonyos dolgok megvannak, de hogy alapvetően nekem egy ilyen, hát rémisztő két hét elé nézek. Miért rémisztő emberek? Hát azért rémisztő, például ma reggel ezt a családját fog el. Nem elég, hogy emberek közénk, mert még a család is jön 24-én. Az a rémiszt, hogy reggel ma elvittem a gyereket az óviba, és akkor utána gondoltam, hogy elindulok egy pár dolgot megvenni, de már vissza kellett fordulnom, mert 45 perc alatt nem értem oda, ahova egyébként máskor 10 perc alatt odaértem volna, és úgy gondoltam, hogy még ráérek, akkor ma ezt még halasztom. De nem hiszem, hogy holnap jobb lesz a helyzet, tehát hogy valamikor ezt már azért abszolválni kell, de hogy így ez nem... Nem tudom. Tehát, hogy te látod, érdekes, hogy te is azt mondod, hogy az ünnep, hogy vásárolni, jaj, és hogy menni kell, és beszerezni közben, meg lehet, hogy nem is erről kell. Hát de azért nem, akinek már van gyerek, azért tehát nem lehet jelképes ajándékot adni. Hát a gyerek várja, és jön már bontogatja ki, és általában azt szoktam csinálni, hogy veszek, vagy a Jézuska nagyon sok mindent hoz, vagyis egy ilyen apróságokat, de mindent külön csomagolok, hogy neki egyesével kelljen mindent kiboltani. De ő a legeslegfontosabb, a többiek... Az összes gyémántot így egyen. Hú, én nagyon csalódott arcot rá, most még, hát... Igen, de milyen jó volt régen, nem? Én például mindenkinek rajzoltam, hát most csinál, hogy tudnék egy két embernek olyat rajzolni, hogy... Terítőt adnál mindenkinek, én azt csináltam gyerekkoromban papírterítőt, és mindenki hogy örült. De tényleg, hogy dolgozzátok fel? Itt nálatok is gyerek van, tehát hogy azért nyilván ő róla szól, nem a közben. Hát nálunk is a karrierről szól a karácsony, tehát egy ideje mi megbeszéltük, hogy senki más nem kap ajándékot, mert és milyen csalódott? Ilyen fényet Rihárdra koncentráljuk mindenki. De mert csak hogy csalódott lehetsz, nem? Nem vagyok csalódott, hát meg utána megkapom a leértékelésben. Ja. Én imádok vásárolni, az a probléma az egészben, hogy nagyon szeretek mindenkit meglepni, nagyjából húsvét utántól rákészülök a karácsonyra és elkezdek gyűjtögetni, mindenhol találok magamnak is valami többenetes mennyiséget tudok magamnak is ételezni, és azért szerintem egy karácsony végére
pont azt már beszéltük, hogy 24-ére nagyjából a falat alszunk, és a múltkor mondtam, hogy Istenem, karácsony, és a gyerekeim mind mondták otthon, annyira jó a karácsony, a legszebb ünnep. És azt mondták ki, amitől rögtön legitimálták az összes kialvatlan átcsomagolt éjszakát, hogy attól annyira szép, amivé teszem. És ez ettől rögtön úgy éreztem, hogy Istenem, a glóriát is éreztem, esküszöm. De egyébként szerintem mindenki onnantól kezdi el komolyabban lenni, hogy gyerekei vannak, hiszen így nekik készülünk. Nekem a mélypontom az az volt, még egy gyerektelen, talán utolsó karácsony, az utolsó utáni pillanatig dolgoztunk, és mind a ketten azt mondtuk a férjem, hogy a másik megvette a fát, a másik. Hát senki. Úgyhogy abból azokból a pórókból vállaltunk, ami maradt. És vettünk kettőt, mert az egyik megfelelően magas volt, a másik meg eléggé sűrű, és tűzőképeztem az állatot, és éreztem, innen lejjebb nincs. De ti minden évben vesztek például a karácsonyfa talpat? Mert nálunk egy olyan 10-20 karácsonyfa talp van már a pincében. Igen, és a férjére megnézve, van karácsonyfa talp? Van, csak sem, és nem fér bele a karácsonyfa. Menjél már le még gyorsan egy karácsonyfa talpért, és ma lesz a karácsonyfa talp. Bele kell faragni, ja, és akkor az kidőlt egy csomó. Amikor feldíszített karácsonyfa talp. Ó, az remek, az remek. Az gyerekkorom beszél, így volt, anya, dől a fa! És így dőlt. Igen, kétszer. Gyulladt is? Gyulladni nem gyulladt. Nálunk föl is gyulladt. Férjem kidobta az ablakot. Nálunk egyszer gyulladt, de... Mi igen a szomszéd? Hát nem, mert most hirtelen, hát érted? Bocsánat. Nem, hát meghallgatjuk. Ja. Ez nem olyan is, hogy mondjad nyugodt. Ez volt a vicces. Ez volt a vége. Vicces. Na mindegy, indokolatlan keveset beszélünk a kisállatok karácsonyáról, mert beszélünk a felnőttek karácsonyáról. Én mentem a kutyának. Igen, de miért nem tudják, nekik ez egy tortúra lehet, mert kis csak tiltások vannak, nem szabad, de az én nagyom már mindig hoz sajtot a kutyának, és úgy érzem, hogy keveset adózik az ájtatosságnak a kutya, amikor megeszi a sajtot, és hamarabb bontja az ajándékot, mint ahogy bárki más. Ezzel többet kéne foglalkoznunk, hogy egy külön... De egyébként tudják minden nap. Én is azt gondolom. Elmagyarázod? Nem, egyszerűen akkor is tudja, hogyha más kapott, az tudja, hogy az valamit kapott, és érzi, hogy ő nem kapott, ha nem kapott. Az egy másik kérdés, hogy neki egy sajt is elég, amit egyébként legalább is kapott. Az egy másik kérdés. Na jó, de mennyivel jobb van a sajt, ami egy szallaggal van átkötve, és azt is megehet. Nálunk egyébként az a karácsony csúcspontja, amikor mindenki megeszik mindent, és akkor látom, hogy már az édességnél mindenki azon gondolkodik, hogy kirúgja ki hamarabb a széket a láb alól, és rohan a kanapéra aludni. Van egy, az anyukámnál ilyen háromrészes kanap, és azon állt a legjobban, úgyhogy nálam az összes karácsony, én vagyok természetesen a legszemfüresebb, úgyhogy az összes karácsony fotó az, hogy államsrádió. De egyébként van egy karácsony kérdésem, ami engem mindig nagyon felhúz. Mondjátok meg nekem, hogy a bevásárlóközpontokat télen, amikor mindenki kobárba jön, akkor miért fűtik föl 40 fokra? Tehát én bemegyek, és azon a azért és már ki is fordultam. Mert van ruhatár. De lehet, azokat nem más. De hogy van? De hol? Én még sosem adtam be. Párba, most nem lehet mondani, hogy hol, de jó párba van ruhatár. Igen. Hát sosem adtam be. Mennyire kell megfelelnünk, nekem egyébként a karácsonyi időszakból kedvenceim a céges partik. Tehát, hogy annál szórakoztat, hát az ilyen céges parti, hogy mindannyian dolgozunk cégeknél, színházaknál, tehát annál jobb nincs, amikor az embernek az egész éves feszültsége gyűlik, és akkor a megfelelő rumpuncs után úgy érzi, ő most fogja megmondani a tuti. És örökbe elvágja. Nekem volt egy ilyen hát esetem, amit most elmesek nektek, egy őrületes karácsonyi céges buli volt egy bizonyos televíziónál, és ez nem most történt még régebben, természetesen, és külföldi volt a főnökség, és hát nem annyira beszéltem jól angolul, és valahogy úgy a vádult nálától máshol, hogy összeverültem ott a főnökséggel. És odafordul hozzám, és mondja, hát, well, straight round, change right. Én semmit nem értettem, mert már akkor megittem majd fél üveg pezsgőt, mondom, yeah, straight round, választottam neki, ugyanígy. És akkor
akkor állt mellettem a Novák Peti, és azt mondta, tudod, mit kérdezett tőled? Mondom, nem, mit? Így is adta, hogy lehetett. Hogy dolgoznál le kevesebb pénzzel. És te azt mondtad, hogy yeah, sure, fine, good. Na, hát nekem ez az emlékem volt erről a cégem, úgy van. Rendszeretesen jó volt. Még abban az évben ki is rúgtak le. Más is elhangzott ott, és nem csak ez. Úgyhogy nem. De egyébként mi meg dolgozunk általában, ugye? Karácsonykor, például a Katával is volt már, úgyhogy duplákat játszott. Hát nem 24-én, 25-én és 26-án. De én ebben az évben is. De hát azért az kemény, tehát még a töltött káposzta a torkodban. Igen, és ráadásul 21-én lesz egy bemutató. Úgyhogy körülbelül úgy... Szóval most ebben az évben először a lányom azt mondta, hogy ő főz. Úgyhogy most átvesz az egész. De jó. Igen. Nálunk is ez van most, most először, hogy felnőtt lettem. Igen, és a anyukámnak mondtam, hogy akkor most nálunk legyen, és cserébe nem fejhangon fogom énekelni a mennyből az angyalt, mert ez valahogy, mint a kis macskák, akiket betűkles üvegbe zártak, kicsikorúk és picik maradnak, valahogy én is ilyen vagyok karácsonykor, és hogy felnőtt lehessek, nálunk lesz a karácsony. De azt meg tudjátok mondani, hogy miért vesznek össze az emberek karácsonyt, vagy ti nem szoktatok nekünk végre? De hogy nem szoktatok végre? Nálunk például, amikor a apukám annyira felidegesítette magát, hogy a karácsonyi terített asztalra rácsapott, de az üvegből volt, és a fél asztal letörött az egész terítékkel együtt, de nem volt más asztal, úgyhogy alátámasztott. Kicsit alacsony. Szegény anyukád egész 24-én így tartotta. Jó, hagyom, jó, csak egyél, neked legyen jó. Én arra emlékszem gyerekkorom, hogy anyám ilyen idegbetegen porszívózott egész nap, és nem értettem, hogy ne is kóstoltál. Igen, és de tényleg, és erre emlékszem, hogy jaj, töltökem, jaj, tókem, hogy kelljetek már fel az ágy, és akkor délután, 5 órakor ott álltunk, és jaj, úgy szeretnék, jó, van csak a két kazettás hangot hozzá, és jó, Istenem, ez a... Ugye fog szólni zene, Jézusom, megvan a mennyből az, ami megvan kazettán, megvan CD-t, és akkor keressük a izét, hogy majd amikor csönget apukám, akkor a mamma, most nem tanultam, majd a meglátja. Ja, és a fiam, hogy van-e Jézuska. Riát fiam azt mondta, hogy neki nem mondjuk már, hogy van Jézuska, amikor ő látta, hogy itt a papa díszítette a fel. De nem, és becsuktuk az ajtót, Riát minden erejét megfeszítve ráment az ajtóra, apu, anyu, én így tartottuk, nekem nem mondjátok, én most megnézem, hogy ott van-e a papa! Majd azt mondtuk, hogy jó, hát akkor, de hidd el, hogy a Jézus, de nem a Jézuska, akkor hol a papa, mindenki kapó, hol a papa, papa a Jézuska, tudom, hogy a papa a Jézuska. Ki a sok bejtenét, ne! Ez így? Így. És akkor kinyitottuk az ajtót, berohant, a Jézuskának pont ugyanolyan cipője van, mint a papának. Meg a kulcsukon súgít. Miért nem mondtad? Úgyhogy mi így buktunk. A Jézuska nagypapa formájában jött le, hogy ne ijedj meg tőle. Ez milyen? Hát te nem. Én például nálunk üvegajtó volt, és a papám egy garbóba díszítette a fát, a karácsonyfát, és én az üvegajtón keresztül néztem, ilyen színes üvegajtó. És nagyon szép a Jézuska. És ilyen szép, és milyen gyönyörű. És apukám ugyanabban a garbóba kijött utána, és nekem például ez nem esett le. Riát sokkal. Hát ő ilyen. Neki nem esik le. Nem tudom, Edith arra gondolta, hogy vedd már föl ezt ilyen kis videóra, és rak föl a YouTube-ra, hogyha valakinek szomorú a karácsonya, és kicsit nevessünk azon, hogy Balázsovicséknál hogyan is vegyed. Én már sírtam végig a karácsonyt, mert annyira összevesztem a férjemmel, és anyukám ment a gyerek. Nézd oda, Rihárd, ott az anyja, nem vajon, vagy kicsit ki van, de nem érdekel, ott az anyja. És anyja, fejezd be, most már hisztem. Álmod, nem fogok válni. Most karácsony, és a gyerek miatt nagyon szíves. Azért szeretek ennyire lehetőkkel, mert mindig felkészülök arra, hogy egy gyerekem lesz, akkor mire számítsa. Tehát gyakorlatilag eddig még nem győztetek magam, csinálj, hogy legyen. Nem a gyerek miatt van, tehát nem a gyerek miatt veszek el. Nem, de mi csak arról beszélünk. Ilyenkor az én anyukámnak ilyen kényszeres fotószaknékja támad, hogy minden évben pont ugyanazokat a fotókat. Nekem szeretem. Így állunk. Nem mondd már, ez nem igaz. Minden évben egy évvel öregem. Ja, igen.
És milyen szép sorozatot lehet vele. Nem fog adagni vissza 10 éve. Csodálatos lesz. De ne rémítszem meg a gyermekvállalással, hát figyelj, ne rakod a fogy mellé a kárpa, te is húztál, el lesz ott vele, és ennyi. A gyerekben nem csak a karácsony a nehéz, csak igen. Igen, nem, tulajdonképpen csak karácsony lenne nehéz, akkor szerintem arra lesz. Nem én, hogy nem. Mert ugye van még a húsvét. És még a szilveszterről nem is beszéltünk. Tehát, hogy akkor mi van, de hát aztán a szilveszterről a kutyára vigyázok, kész. Fél a ez van neked. Nem az enyém, nem. Képzeld, de a Lajos nem. Lajos? Apukám is Lajos. A múltkor találkoztam egyébként apával. Egyébként Júzi az a Jézus. És meséltem neki Lajosról, és nagyon nézett apát. Akkor derült ki, hogy igen, hogy én mennyire szeretem a Lajost. És hosszan nézett, hogy miért beszélek róla. Lajosnak hosszan. Bocsánat. Apát győzte, mert a Lajosnak nincs. Mert ő egy buldog. Semmi van, Lajos van. Az enyém már. Akkor vele is. Hát akkor menjek is a következő témára, ami a szexuális zaklatás. Ezután beszéljünk el. Igen. Beszéljünk erről így. Most már itt egy mindenkinek édesapádról. Igen, hát azért ez a téma mostanában elég ugye a köztudatban van, vagy nagyon sok hír szól erről, és ehhez is kapcsolódik a következő kérdésünk. A szexuális zaklatás, áldozathibáztatás, düh, kétségbeesés, tehetetlenség, megoldáskeresés, ezek a szavak az elmúlt hónapok talán leggyakrabban használt szavai. A szexuális zaklatás szóba kerül egy társaságban, de mi a megoldás? Hol kell kezdeni, hogy valós változások történjenek? És hát nyilván nagyon sok mindent hallottunk, természetesen nevek nélkül, és nyilván mindannyiunknak van véleménye erről. De hogy valóban mi? Ti hogy látjátok egyébként? Mi a jó út? Megjaválni a neveket, felhívni a figyelmet, vagy ezt így mind együtt? Nyilván azért vannak történetek. Mikor látom, nagyon feszengsz. Hát igen, azért, mert nekem bemerem vallani, hogy nőként is férfi véleményem van ebben a kérdésben, amitől nem leszek népszerű, ide lőjetek. Eddig sem voltál. Köszi! De azt hiszem, hogy az esetleges problémán, a megközelítést nem értem a dolognak, mert hogy nem értem, hogy az emberek, akik most kigyógyvéket kiabálnak a kalok nélkül, mindegy, azok hol töltötték, melyik lakatlan bolygón az eddigi éveiket, mert szerintem normálisan, mert hogyha elvegyetlen valahol jegyeztek a tűzén, külső szempontból, akkor már az általános iskola felső tagozatában a testnevelés tanár ötvetlen megteszi az ajánlatát. Később, ha akkor esetleg nem, akkor amikor jogosítványt szerzel, akkor mindenképpen jön az oktató vagy a vizsgabiztos, és ahogy egyébként elnézem a közlekedési közmorát, nagyon sokan élnek ezzel a lehetőséggel, hogy akkor ők így megszerzik valahogy. De hogy így nem értem, hogy mitől nem jutnak el odáig, hogy ilyen helyzeteket kezeljenek. Tehát, hogy aztán azt meg így nem. Nem, ezt ne bagatelizáljuk el. Én nem akarom elbagatelizálni, csak én azt gondolom, olyan ifjúság, és ez a szülő felelőssége, olyan ifjúságot neveljen ki, aki ezeket a helyzeteket áll ilyen helyzet elé, és tudja kezelni. Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye. Tehát, hogy jó, akkor már kicsit közelítsük meg. Az egy probléma van, hogy ebben neked igazad van, én is, amikor sok mindenben van igazad, így mondanám. Ugye? Akkor, amikor ezek fölben, elkezdtem magamba gondolkodni, hogy engem mikor erőszakoltak meg. És nehéz dolgot mondok, volt. Igen, tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy három legalább olyan esetet tudok mondani, hogy beillene ebbe a szexuális zaklatás kategóriába, sikertelen, mindegy, ezt most nem mondom el. De ki volt? De nem ez a lényeg, mert az a lényeg, hogy azok nem voltak a főnökei. Nem voltak a főnökei, és ez abban a pillanatban egy másik helyzetről van szó.
És akkor azt mondhatom, hogy azt tudom kezelni, hát az férfi, én nő vagyok, vannak állatférfiak, akkor a kevésbé, van a szerencsétlenek, akiket én erőszakolok meg. Szóval én... Ezek vannak, de, ez, de nem azért, mert azt mondom, hogy, hogy akkor nem nézhetsz meg a színházba. Én nem, ez, megnézhet, akar ezek után. De hogy az egy más dolog, amikor valamilyen, valamilyen pozícióból történik ez, a, ez, a, ez az ügy. És az egy kérdés, hogy, hogy valaki, aki, aki pozícióba kerül, az, az tudja kezelni azt, hogy nem, nem közlekedhet többet úgy, mint hogy mint férfi szokott. Nekem erről kétféle véleményem van, vagy kétféle élményem. Ez is meg kell mondjam, hogy engem a szakmában soha senki semmikor, tehát kicsit meg is ők sértődve. Egyetlen egy embert, még egy nyomgat ajánlatot se tettek el. Ezzel szemben hozzá kell tennem, hogy a nőktől én sokkal többet szenvedtem, mint a férfiaktól. Tehát ahogy mentem előre mondjuk így a szakmai ranglétrán, azonnal is ezeket nők terjesztették, hogy ki csinálja meg, hogyan, és elképesztő ilyen science fiction-ök kerültek még 24-25 évesen az orrom elé, amikor le***váztak meg, hogy azért, mert így, meg úgy. Én ettől sokkal jobban szenvedtek, mint a férfi, szenvedtem, mint a férfi kollégáimtól, akik nem tudnék, de soha. Viszont, ami viszont nagyon fontos, velem 16 éves koromban megtörtént az, hogy a gimnáziumban az egyik tanárom elhívott beszélgetni, és állam beszélgetett, és mindig a szexusról akart beszélgetni, és én 16 éves ilyen mehetlen kisfiú voltam, és nem értettem, hogy ezt miért csinálja. Majd hazamentem, és az volt az első dolgom, hogy elmeséltem a szüleimnek. Majd apám bement, és kis ilyen megverte ezt a tanárt, és azt gondolom, hogy itt van a kulcs. Tehát aki olyan családban nő fel, és nagyon-nagyon sok ilyen család van ebben az országban, a legalapvetőbb dolgokat nem beszélik ki, nem beszélik meg, mert nem beszélgetnek. És én mondjuk a műsorok kapcsán is találkozom azzal, hogy ki az édesapád? Hát nem tudom. És miért nem tudod? Hát mert anyám nem mondta el. És nem kérdezte, de nem akart róla beszélni. Tudjátok hány ilyen család van, hogy mindent a szűnyeg alá söpörnek. Most egy olyan ember, aki mondjuk akár feljön vidékről, de Nagy Budapestre, és soha semmiről nem beszélgettek ilyen komoly lelki dolgokról otthon, mert mi mindent így kidumálunk. Azzal gondolod, hogy történik egy ilyen dolog. Nincs kihez fordulnia, nincs egy koordináta rendszere, amiben el tudja helyezni, hogy a tanár, a főorvos, a rendező, a professzor, igen, hogy az most helyes viselkedés vagy nem, mert soha nem beszélgettek vele erről. Én hát például meg azért azt sem felejtettem, hogy az is nagyon fontos egyébként, hogy maga az anyuka mit hozott, tehát hogy a szülő mit, tehát hogy azért, és szerintem ez nem csak vidéken, tehát azért na persze, a családok csak belüli dolgok nagyon mindenhol nyilván tabu téma, tehát az, azt gondolom, hogy az, hogy akár maga az édesanyja, vagy az ő anyja is szenvedett ettől, az előbb-utóbb, ahogy megy a generáció elindul, ez egy, nem azt mondom, hogy természetes, de ők azt gondolják, hogy a nőiesség, a nőség vele járja ez. És ezt örökíti tovább a lány. Tehát nem biztos, hogy egy valóban egy 18 éves lány, aki egy ilyen közegből jön, az tudná ezt a helyzetet kezelni. És én, aki mondjuk most azt mondom, hogy a fővárosban éltem, velem sem történt még ilyen, de hogy jó mutogatós embert láttam már, de hát az jó kis, ha nem mutogattam. De ez is egy fokozat egyébként, hogy majd a lányomnak ezt hogy fogom elmondani, tehát az is egyfajta szexuális zaklatás. Nem biztos, hogy egy 18 éves lány ezzel tud mit kezdeni, vagy egyetlenül ezt tudja a helyén kezelni, és lehet, hogy hazamegy, és fél elmondani ezt a történetet. Mert nyilván most 43 évesen azt mondom, hogy na hát elém állt volna, hát úgy tökörgöm, érted, hogy fölmegy a torkáig. Hogy örült volna neki. De hogy szerintem, ezt mondom, hogy ez hogy kommunikáció kérdése. Tehát én pontosan jól tudom, hogy az én lányomat nem fogja munkahelyi vagy bármilyen abúzus érni, mert átharapja a torkát. Tehát én magam is félek a lányomtól. De rendben van, nem abúzus éri. De hány ember félti a munkáját, és anélkül, hogy meg akarnák kapni, hogy így fejezem, én mondom szépen és finoman, valami másképpen, de ugyanúgy zsarolják.
szerintem... És ez majdnem ugyanolyan mocskos dolog. Sőt, nem majdnem, de nagyon mocskos dolog. És szerintem itt a teremben ülnek olyanok, akik azt mondják, hogy féltik a munkájukat, és nem mernek valamit megtenni, valamit úgy csinálni, ami egyébként a lelkiismeretük szerint kéne. Ez a botrány, vagy ez ami most így elindult, ez a dolog, ez talán pont ezért jó. Tehát, hogy lehet, hogy innentől kezdve százszor meggondolja az a főnök férfi, amikor csicskáztatja, vagy megjegyzéseket tesz, vagy zsarolja a beosztottját, hogy hú, azért most itt már kinyitották a Pandora szerencét, tehát most már jobb lesz vigyázni a számmal, meg a viselkedésre. Igen, igen. Csak ez közben iszonyú veszélyes, ez egy kétélű fegyver szerintem, hogy az, hogy rögtönítélő bíróságokat állítunk a közösségi hálózatokkal, és akkor az az ítélet, amire többen lájkolnak, és nyilván ez most egy hálás téma, jó táptalaj. Szerintem ez egy veszélyes dolog. Itt van például egy közelműen eset, név nélkül nagy rajongója vagyok egy amúgy magyar származású humorista, akinek az volt a csajozási módszere, hogy megkérdezte a nőket, hogy zavarna-e titeket, hogy levetkőznék mesztelenre, és önkielégíteni kellettetek. És hát... Mondjuk azért annyira nem vicces, pedig humorista. A nők mégis nevettek, és nem válaszoltak, tehát ebből a szempontból lehet egy érvénytelennek elfogadott szavazás. És hogy az az érdekes egyébként, hogy maga ez a bűncselekmény... És ez bűncselekmény? Hát ez bűncselekmény, mondjuk köszönérem sértés. De miért? Hát levetkőzött? Hát nézd válaszol, hogy nem. Igen, vagy nem? Nem, ez zavarna. Nem, annyira még. Hát utolom az. Hogy ez nézd, nem? Lehet, én szerintem csak utólag zavarta őket, hogy ruhában szerintem sokkal jobban néz ki, mint ruha nélkül, és akkor utól. De nem is ez a lényeg, hanem hogy az a lényeg, hogy mi volt maga a bűncselekmény, ami egyébként azóta valószínűleg elérült, hát valószínűleg köszönérem sértés, nem tudjuk, hogy mennyire ment. De nem ért hozzá, hogy ők is azt mondták, mi lett a büntetés, amit kapott? Az összes műsorát törölték, az összes szponzorációs szerződése megszűnt, kirúgták a tévécsatornát, és gyakorlatilag megszűnt, mint művész létezni. Kinyírták. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon nehéz megtalálni az arányosságot ilyenkor, hogy ez a statárium, vagy ez a bíróság, ami elítéli, ez mekkora pofont adhat neki azért cserébe, amit csinált. És tényleg nehéz meghúzni a határon. De igazad van, és azt kell mondani, hogy tényleg nagyon nehéz ezt meghúzni. És az, ugye most is ugye fölmerült az, hogy vegyék le bizonyos rendezéseket. Miért? Milyen alapon kéne akkor a Villon köteteket dobjuk ki? Mert gyilkos volt, vagy Edgar Allan Poe-t, vagy Csárgézát, dobjuk ki, mert mind gyilkosok voltak, tényleg. Akkor mi a jó Isten van? Vagy az lehetnek, csak az nem, aki levet. Igen, csak az, hogy a kérdés az, hogy belekiabáljuk valakinek a nevét a nagyvilágban, az segít-e azokon, akik ugye némán maradnak, és tűrik akár tovább a családon belüli erőszakot, vagy velük megkérdik. Ad-e nekik erőt ahhoz, hogy előlépjenek, és azt mondják? Lehet, hogy ad, mert volt ilyenre példa, tudod, annak idején szintén Amerikában, ez egy furcsa ország, ilyen-olyan meg történik benne, hogy amikor kiderült az, hogy vannak meleg nők, és de mi? És egyáltalán a melegségről erre szó esett, és akkor egyszerűen magukra találtak bizonyos emberek, és teljes életet kezdtek élni. Tehát volt rá példa, egyszer rájött arra, hogy lehet élni, és ki tudta húzni magát, és azt tudta mondani, és ez csak attól tudott lenni, hogy beszéltek róla. Tehát az, hogy beszélünk róla, az rendben van. Az, hogy mennyire, hát igen, ennek áldozatul esnek bizonyos emberek, ami egy nagyon-nagyon szomorú. Igen, de én most ezt nem látom őket. Nem látom azt, hogy mondjuk most tömegek elindulnak, és azt mondom, tehát, hogy nincs ez, hanem most már jönnek nevek, mindenki mondja. Igen, de... Eleve szerintem három különböző formát el kéne különíteni. Tehát, hogyha, és nem csak a ti szakmátokból, ám már azért a szereposztó díványszó összetétel nyilván nem véletlenül. Ez mindenhol működik. Nyilvánvalóan mindenhol működik. Pontosan ez az. Tehát, hogyha az egy hely szerintem, ha valahol, hát azért nagyon sok helyen. Hogyha ér egy olyan lehetőség, hogyha ezzel vagy azzal bármi történik, akkor előrébb juthatsz. Azt szerintem teljesen mindenkinek a szíve joga eldönteni, él vele vagy nem, és egyébként nekem mindegy, el tudom tőle fogadni, neki minden, ez is belefér ahhoz, hogy előrébb jusson.
az megint szerintem egy másik helyzet, hogy abban az esetben, ha nem teszi meg, akkor hátrány éri. Szerintem ez egy B verzió, és a harmadik az pedig az erőszak, ami nyilvánvalóan sehogy sem fér bele. Engem a legkurvább zaklatás 17 évesen ér, akkor egy fagyizóban dolgoztam, gomboltoltam nyári munkaként, és nagyon durván rám nyomult a főnök, és szerint én például nagyon jó bosszút álltam ki, hozzámentem, 20 éve vele élek, van 3 gyerek, na ez olyan rendes volt, életre. Bevallom őszintén, hogy most már csak azért merek beszélni róla, mert elavult az ügy. Velem egyébként megtörtént, vagyis velünk 14 évesen az úszodában, amikor is azt hittük, hogy a masszírozás egyik fajtája, hogy bizonyos pontokon is megmasszíroznak. Én először azt hittem, hogy a pillangó vagy gyorsúszás ettől jobban megy. Nyilván nem. És ugye a harmadik, negyedik alkalomkor így feltűnt, hogy ez nem normális dolog. És én hazamentem és elmondtam anyukámnak, és azt kell tudni, hogy anyukámmal nagyon jó a kapcsolatunk, és mindig arra tanított, hogy legyek őszinte. És ebben az esetben is ezt tettem. Nyilván egy anya mit csinált, berontott, és elmondta a férfi edzőnek, akinek nyilván az volt a válasza, hogy Ádikám, ne mondd már. És nem tudott más tenni anyukám, mint felhívta a szülők figyelmét, akiknek ugyanilyen idős lányuk volt, és tehát először nem hittek nekünk 14 évesen. És amikor a 10 szülő összeállt, és azt mondta, hogy itt probléma van, akkor utána tudták azt a nagyon idős egyébként bevallom őszintén, és nem is értem, hogy miért dolgozott a szakmában. De nem lett belőle semmilyen ügy, hanem eltusolták, és elővették 12 év múlva, és hát nyilván ez elég 10 év után, meg egy 80-valahány éves nem fognak börtönbe zárni, de én azt gondolom, hogy itt azt tanultam meg, attól függetlenül, hogy nem esett annyira a gyerekkoromban, hogy ha anyukám nincsen, és nem áll ki így értem, akkor valószínűleg ezt nem hittek volna nekem, pedig be kell vallanom, hogy szerintem a gyerekeknek is van igazuk. Hát abszolút. Nem is tudom elhinni, elképzelni ezt a helyzetet, hogy én ne hittem el ezt. Mondjuk a lányom ezt elmondani. Igen, csak ahol a közeg az, hogy fürdőruhában vagy, és alapvetően ez majdnem egy mesztelen közeg, ott, és a sportban azért a szexualitás szerintem rettentő módon működik, pont ezt beszéltük, hogy azért a sportban azért olvasható például az olimpián 15 ezer óvszer úgy fogy el egy perc alatt, hogy és nyilván nem azért, mert felfújják, de hát, hogy valójában ez működik, de azért gyerekeket nem kéne, hogy szerintem nem normális. Hát azt kéne valahogy mindig elmondani, hogy ezt nyilván egy fiatal fiú vagy lány nem tudja, hogy ez most hatalmi alapon működik, vagy nem, mert a férjem meg azt szokta mondani, hogy minden lány egyetért, érti, amit mondok neki, csak közben meg ez a nő-férfi kapcsolatnak is eltűnt, mert nehezen lehet meghúzni most a darlok, és A gyerek. Nem, most nem a gyerekről beszélek, nyilván, hogy nem a 11, hanem az, hogy most udvarlok, és pikáskodom, és azért ilyen van, tehát hogy azért nem minden esetben esik ez rosszul az embernek, vagy esett volna nekem, de vagy a hatalmamban érek vissza. És ugye itt mindig az aláfölé rendeltségen van a hangsúly, a tanárdiák, a főnök beosztott és a többi. Ott ez nem működik. Bele lehet szeretni nyilván a beosztottadba, de akkor másképp kell közeledni. Én azt mondom, hogy nekünk nőknek, meg apáknak is ugyanígy, nagyon sok dolgunk van ezzel a gyerekeinkkel kapcsolatban. De és egyébként az osztályban a fiúk is, meg a lányok is tudnak egymásra egy gimnáziumi osztályban is olyan iszonyatosan, vagy általános iskolai osztályban gonoszak lenni. Ugye, ez tipikus dolog, amitől én megmondom, hogy szintén szülőként hülyét kapok, amikor mondjuk az óvodába, mert már ott elkezdődik bármilyen furcsa, oda megy a kisfiú, megszigálja a lánynak a haját, esetleg még meg is üti, és akkor az óvod, és akkor oda megy, és azt mondja, hogy jaj, mit tett Pistike, megpuszta a hajót, és azt mondja, jaj, azért, mert tette neki. Nem, ez nem egy normális dolog. Tehát nem húzza meg, tehát nem az a tetszés kinyilvánítás, hogy oda megyek, és megpuszta a másik haját. És ezt elmondtam, mert nálam, hogy hozzáment a feleség. Az első engem csúfoló hozzához. Na, de 20 év után, és nem a hajadat csúzogattam. Hát de most ja. Érted, de most miért ez egy normális jó, dolog? De most tegyünk különbséget tényleg az, ami kamaszkorban, felnőttkorban történik. Itt nagyon súlyos esetek vannak, felderítetlen esetek. És valahogy ez régen olyan megszokott volt, és szerintem egy tisztulási folyamat elindult,
és sajnos bizony-bizony átesünk a ló másik oldalára, de ha megtaláljuk az arany középutat, akkor szerintem mindenkinek, még a kamasz lányoknak, fiúknak is majd ki fog ez a bizonyos koordináta rendszer alakulni a lelkükben, az agyukban, hogy ez igen, ez már nem. De ezt egész kiskorban el kell kezdeni. Az a problémám ezzel a témával kapcsolatban, hogy annyira sok indulat van az emberekben, hogy amikor, és hát ugye köszönhetően a médiának, vagy a közösségi oldalnak teljesen mindegy, hogy egyszerűen csak így felvetődik egy név, és senki semminek nem néz utána, de még lehet, hogy még csak a cikket sem olvassa el, ami egyébként lehet, hogy a cikk sem ír semmi, szóval, mert hogy nincs tudomása semmiről, csak valamit úgy találgat, vagy nem tudom, és minden tiszteletem azok is, akik egyébként kiállnak és elmondják, ami velük történt, sokuknak abszolút hiszek, de azt gondolom, hogy egy olyan szörnyű világban élünk most tényleg, hogy egyszerűen mindenkit fel lehet koncolni, csak azért, mert elhangzik egy pillanatra a neve, és nem nézünk utána annak a dolognak, és nem vannak olyan dolgok, amik természetesen ezek megtörténtek meg. Szörnyű, hogy így történt, de azt gondolom, hogy tényleg sajnos gerjesztik bennünk ezt a fajta indulatot, hogy mindenkire így, és mindenkinek van pró és kontra, egymásnak esnek emberek, ez az valami rémisztő. Engem emberek nem lehetett ellenvélemény. Tehát, hogy abban a pillanatban, hogy valakinek nem az volt a véleménye, hogy igen, és azonnal élve koncoljuk fel, az áldozathibáztató, az nem tudom micsoda, buta, banja, tehát hogy hihetetlen jelzőkkel illették a közösségi. Igen, érdekes egyébként, hogy tényleg nincsen vélemény különbözőségre lehetőség, és tényleg stigma lett az áldozathibáztató. Tehát aki nem azt gondolja, amit most hirtelen kell a többségi vélemény szerint gondolni, az áldozathibáztató. De szerintem nagyon érdekes dolog még ebben, hogy nagyon leragadunk, mi is hajlamosak vagyunk csak a szexuális abúzust vizsgálni itt, pedig a hatalommal való visszaélés, ami az egész társadalomban gyűrűzik, tehát hogy csak a villamosvezető becsukja előttünk az ajtót, pedig még meg tudott volna várni. A portás négyszer hagyja csöngeni a telefont, nem háromszor. Az irodaházban a titkárnőt molesztálja a főnöke, nem szexuálisan, de folyamatosan érezteti a fölényét. Szóval ezek szerintem mind olyan problémák, amiknek a jéghegy csúcsa az a szexuális visszaélés. Egyébként akkor, amikor ez először kirobbant, ugye nekem a Marton Laci, az osztályfőnöke volt, és akkor fölhívott az egyik osztálytársa, nem csak az egyik, három, négyen, ötön, összetelve, hogy te tudtad ezt, te gondoltad, és mondta, nem, ez számomra egyáltalán nem létezett, ez az egész probléma, egyáltalán nem. Amit nem azt jelenti, hogy nem volt, mert nyilvánvalóan volt, de ő így kezelhette, és akkor emlékszem, hogy ott álltunk totálisan kétségek közben, akkor még csak ugye egy ember szava volt ezzel szemben, ő jött elő ezzel a dologgal, és akkor tudtuk már, hogy a Marton László vége lesz. És ő neki valóban vége is lesz. És ez borzasztó nagy fegyver, borzasztó nagy fegyver. És nekem az nem tetszett ebben az egészben, és most tudom, hogy nagyon nehéz megtalálni az arányt, de amikor előjött ez a történet, és megértem, hogy előjött, és megértem, hogy ennyi idő után, még ezt is megértem, mindent megértek. De azt, hogy az részletezni, hogy maga a dolog milyen, azt én kikérem. Komolyan. Tehát ne az legyen már a probléma, hogy milyen volt a minősége annak, amit valaki elővett. Érted? Én ezek kiakadtam. Mert ez nagyon alja dolog. Nagyon alja, és az a másik oldalon. Azt hiszem, hogy megoldást még nem tudunk találni. Sajnos erre az egész jelenségre, de az biztos, hogy nagyon fontos, hogy beszéljünk erről, akár egy ilyen fórumon, hogy esetleg mi azzal segítünk, hogy elmondjuk a saját véleményünket. Tehát ez semmiféleképpen nem szabad a szőnyeg alá sodorni. Szerintem, és tényleg az a megoldás. Én arra lennék szerencsé, mi történt volna, hogyha ezek a hölgyek például nemet mondanak, tehát mitől féltek? Hogy akkor mi van? Hogy akkor mi lesz? Nem vagyok, nem tudtak nemet mondani. Helyzet, hogy nemet tudtak mondani. Én nem tudtak nemet mondani, most ne erről beszéljünk, ami például olyan a helyzet miatt, mert mondjuk így volt egy sötét nézőtér, és most mit csináljon?
álljon föl és mondja azt, hogy ezt nem akarom fogni. Hát ez nem lehet. De és mert nem érti, tehát nem érti, a meglepődik, nem érti, hogy most akkor ez, igen. Ez minek szól, ennek nem mesélt senki, hogy és hát volt egy vágyuk. Volt mindegyik elmondott egy álmot, hogy ő azt gondolta, hogy most udvarolni fognak neki. Hát azért legyünk őszinték, hogy ez mindegyik ott voltak. Kivéve a másik eset, ahol azt hiszem tényleg egész komoly dolog. Igen, szóval megfejteni ezt nem fogjuk, de én azt gondolom, hogy muszáj és kell is róla beszélni. Sajnálom. Bármilyen formon. Húzzál egyet, Krisztán. Mert... Most valami felszabadult, nevet is? Hát nem tudom már, szerintem ez nem baj, ha olyan vagyunk, tehát kell ezekről a témákról beszélni. Mit húztál? Igen. Heti hányszor takarított ki a lakást? Minden percben. Éjfél és ilyen kettő között a morzsaporszívón és én működésbe lépünk. Mániáink, amikkel együtt élünk és szeretjük őket. Milyen mániáink vannak? Igen. Ki hányszor takarít, milyen mániáink vannak. Az én félelmek például csak mániája van, de az nem függ össze a takarítás. Én egy férfi emberre lennék kíváncsi. Neked milyen mániáink vannak? Hát, hogy melyik? Például meg van határozva, hogy a nap melyik szakában milyen bögréből pihatok. És ha az nem tiszta, akkor én teljesen csúrok. De porszívózásról előtt, hogy elköltöztünk tavaly pont egy éve, és fölmentem egy három hónap után a fölöttünk lakóhoz, hogy mikor ér véget a felújítás, csak érdekel. És mondta, hogy egyáltalán nincsen felújítás, és akkor visszamentem másra, hogy na most, ez mi? Mondta, hogy ja, hát porszívózom. De hát hányszor? Hogy hát engem megüt a buta, hogyha nem tudok naponta, legalább kétszer-háromszor. Lehet, hogy alattam rossz. Nem jöttem eddig rá. Nem, sokkal kedvesebb volt egyébként. Én nekem a porszékem például a mosogatógépbe bekipakolás. Tehát nálam ez már, mint a mókusok diórejtő tevékenysége, olyan automatikus. És nem értem, hogy például, amikor a férjem leteszi a tányért így a mosogatógép mellé, hogy mennyivel lett volna nehezebb kinyitni és betenni. Mert nem tudnak vele pakolni. Mert a férjem nem tudja, hogy ez a mozdulat is. Elközött mosogatógép. De hagyd meg a férfiakat, betenni ő, de hogy beteszi rá, szóval azt miért úgy teszed le? Tehát nem, én nagyon hálás vagyok, ha betesz. Egyébként én bemondom. Az enyém nem is ismeri föl. Még sose találkozott vele. A mosogatógépbe. És mutasd be neki, hogy vegyen a mosogatógépbe valamit, akkor mosószert vesz. És akkor van ilyen tárlat. Hát csak egy becsül a különbség mindenhez. Hogy ez itt a fregoli. Ezt felhúzod, lehúzod, de ő semmi. Én nekem ilyen nagy elvárásaim nincs. Nálunk meg a villanyvetőt is érveszem. Szerintem kedves férfi nem tud megkülönböztetni egy vasalót egy porszívótról. Nem, én most ezt látom, az én férjem vasal minden nap magát. Mert ahogy én csinálom, azt mi a bűnet? Ez egy nagyon jó ötlet. Hosszú kell vasalni. De ezt csak azért velem elmondani, mert nincs itt, és ő nem tudja, hogy már 15 éve át van b***ba. Mert tényleg így van, hogy először direkt úgy csináltam, hogy ja, hát tényleg én csak jövettem a nap. Nem szereted az élét ilyen nagyon egyenesen. Ezért 15 éve keresztül, igen. Ez így történt. Ugye? Ez meg is állt a tudása. De hogy ő nem szereti, ahogy én csinálom. Mondjuk mi most ezt elmondjuk neki. Valószínűleg sejti, de már rám hagyja. A férfiak nem mind koszosak. És ha már valami nem szólalt meg, akkor muszáj meg. Na nála, hiú, és nem, te ilyen nagyon pipertőc vagy valami, nem? Tehát, hogy te így szeretnél. Hát mindig olyan vagy, mint hogy egy Vogue címlapról lépnél. Egyébként érdekes, mert vasalni én vasalok magamra. Eddig senkinek nem hagytam, hogy vasalja az ingerjét. De miért? Hála Isten! Mert azt én szeretem. Pont azért, amit az előbb mondtatok, hogy egy férfi jobban tudja, hogy hol kell vasalni. Csak elő. Ami kilókozó. És az van, hogy én például magam részéről én nagyon szívesen hagynám, hogy mások csinálják meg ezeket a
nem tudom, mosogatógépbe bepakolás, csak nem bírom megnézni, hogy én sokkal jobban tudnék bepakolni. És azért általában az van, hogy eléggé irányításmániás vagyok, úgyhogy ezek a dolgok végül is a nyakamba szakadnak, és utána panaszkodom, hogy miért, mert mindent nekem kell csinálni. Mondom én, hogy a lelked van. Én vagy az jutott eszembe, hogy én, hogyha véletlenül előfordul, hogy vasalok, és mondjuk utána el kell otthonról menni, akkor... Hát először, de hogy nem, hát először is szólt. Jay, jöjjön fel, vasaljon! Nem, nincs ilyen ember nálam, és azt szoktam csinálni, hogy általában, hogy legalább egy órával az elindulásom előtt azért befejezem ezt a tevékenységet, hogy a vasaló addigra kihűljön, addig is a kőre teszem, tehát semmiképpen nem egy olyan helyre, ahol eldőlhet és földülhatja. Na, de eltelt el az óra, ki is hűlt kellőképpen, én szépen bezárom az ajtót. Az egy másik története, hogy én bezárom az ajtót. Tehát, hogy konkrétan szerintem nekem ez az egész kis ízét azért van, mert én nem hülyéskedek, szerintem van, hogy 25-ször megrángatom a kilincset, és van, hogy még lentről a lépcsőház aljáról visszamegyek, hogy de tényleg bezártam? Borzasztó érzés, és nem tudok ettől megszabadulni. És aztán elmegyek otthonról, és egész este azon gondolkozom, hogy kiúsztam-e a vasalót. Szörnyű. És nem tudom... Mánia. Igen, hát ez a beszélni. Én ilyen mániákus molyoló vagyok. Tehát elmegyünk nyaralni, akkor ők már rég nem vannak a tengerparton, én pedig csoportosítom a tárgyakat a szobában. Sokáig koncert. Én ide állítom a ruhákat, a fürdőruhákat csoportosítom, a papucsokat, és ugyanezt csinálom ott. De nem akarsz a családoddal lenni? Nem akarsz a fürdőruhákat, lássanak el. Mindenképpen elég. Azért nem véletlen kell azt hiszem 460-470 pont a pszichológiai arra való felvételre, mert nagy szükség van rá. Az én lányom egy időben elmerült a pszichológiai tanulmányokban, de csak így just for fun saját magának, elolvasott egy csomó szakkönyvet. Én voltam kéznél, akit így rögtön ki lehetett analizálni, úgyhogy rögtön jött ő is, hogy anya mániás perfekcionista. De egyébként tényleg ez szörnyű ez a... A molyolás. Igen. Mindent aprólékosan, és én is beledőlök ebbe, hogy azt hiszem, hogy csak én tudom a legjobban csinálni. Egyébként tényleg én tudom a legjobban csinálni, és ettől semmit nem hagyok rájuk. És azt agyvérzést kapok a mosogatógépbe is, de hát nem látja, hogy a villa lefelé, és nem is abban a fagba. Igen, de az nagy faktor különben, tehát ő úgy beszólja az evőeszközöket, ha úgy egyetemet. De egyébként lehet, hogy hagyni kéne. Igen, csak ez egy jó ötlet. Higgyétek el, hogy nem kéne, semmi nem történik. Ennél nem hagyjuk, mert semmi nem történik. Előbb-utóbb öntisztul minden. Hogy épp ide elhatároztam, tudod, ez a takarítása, hogy mi az, amit nem akarok csinálni. De nem akarok például varni, ezért nincs is otthon, de el van tudva azért egy tűcére. De egyszer nem akarom ezt a tudást. Nem. Én nem akarok varni. Basz! Köpni se, tudok. Nem akarok. Nem. Horgolni se akarok. Ezen kívül takarítani se. Nem akarok. És akkor erről van a tapasztalat. Na most van egy drága Irénkém, néha jön, és akkor az ő nekem. És én ezt úgy kibírom addig, érted? Csak sajnos jött a Lajos. A kutya, aki így csinál, és akkor tele lesz minden szőre. Úgyhogy újabban azért szoktam porszívózni, mert ott a Lajos. Lajos, bevallja? Igen. Igen. De nekem is Viola az ágyban, Viola a Tacsi, ő 8 hónapos, Viola az ágyban, és én ilyen ezt a burigázom. Ott az ágy mellett van nekem is a buriga, és a porszú. És én úgy oda rakok neki ilyen plédet, és akkor arra megy, de azon az oldalon, ahol a Lajos alszik, senki nem aludhatott, még csak én, érted? És a Lajosnak fölajánlottam, és én megyek a rosszabbik oldalra, hogy a Lajosnak könnyű legyen. Hát nálunk is így van, csak nekem Krisztiánom van, nem a... És két lába van, azt hiszem. Na, hát ahogy ígértem, ez egy meglepetés vendégünk is. És hát igazából nem akarjuk, hogy Márkó ilyen egyedül üljön a nagy székbe. És megmondom őszintén, hogy most egy olyan fiatalember következik, akinek féletlenül ültem a kis polszkijába.
nem kell rosszra gondolni egyébként. Sok hasonlóság van kettőnk között szerintem. Ő is gyerekszínészkedett. Két gyönyörű lánya van, nekem csak egy gyönyörű lányom van. Borzasztóan tehetséges, ezért mondtam, hogy sok a hasonlóság kettőnk. Tehát azt gondolom, hogy a saját szakmájában egy igazán kiváló emberről van szó. Emerton Díaz zeneszerző, szövegíró, reklámszakember, ha csak annyit mondok, hogy repülő, jazz, meg az gringo sztár, önök már tudják is a nevet. Következzen Geszti Péter! Nem sértődsz meg, hogy rögtön ilyen személyesen kezdtem, hogy a mustár sárga, a kis pozitból küldtem. Nem, egyáltalán nem. De azért tisztázzuk, azt mondtad, hogy zenész vagyok, ezt azért kikérem magamnak a zenészek nevében. Tehát hát nem, az őket. Vagy, hát az is van. Nem, de a szövegíró vagyok alapvetően. Ő a zenész. Jaj, köszönöm. És nem csak akartam könnyíteni neked, mert elnézted, hogy magányos voltál ebben a nagy fotelben, mint Mézga bácsi annak innen a színben. És készültem egy pálfában esetleg. Jaj! Na. Na mindegy, szóval ezt összeszokták, én dalszövegíró vagyok, és igazából rappelni szoktam már. De te nem tartod magad zenész? Hát nézd, a zenészek se tartanak zenész. De, hát figyelj, azt szoktam mondani, hogy jobban írok reklámokat azoknál, akik zenélnek. Jobban rappelek azoknál, akik reklámokat írnak. És tulajdonképpen mindenben én lehetnék a legjobb, ha nem lennék mindenben való csak úgy vendég néha az életben. De ez furcsa, hogy ezt mondod, mert hát azért mégiscsak kiállsz több százezer ember elé, és mondjuk énekelsz. Hát ezt a hibát sokan elkövetik az X-faktoron egyébként. De én az éneklést azt kiszoktam majd legfeljebb a koncertjében néha. De szóval inkább maradjunk abban, hogy rapper legrosszabb esetben is. Azt meg a rapperek kérik ki maguknak, de mindegy, nem értem. Jó, hát ezen lépjünk túl. Minden esetre azt gondolom, hogy azért egy egész nemzedék volt szerelmes beléd. Hát de tényleg, hát azért te egy... Hol az a nemzedék? Elmúlt, megöregettünk Péter mindannyian és... Már, hogy az én nevemben ne beszél. De is kopaszodsz, amivel meg lefeleló. Gamellem nem lóg annyira le, mint neked. Viszont ugye... Az anyám azt mondta, hogy kisfiam, nincs semmi baj az öregedéssel, mert aki nem öregedett meg, az már meghalt. Ugye ez az anyámnak ez a jelszava, úgyhogy nyugodtan lehet öregedni. Különben, amikor meglátott a Juci engem itt az öltözőben, azt mondta, hogy hello baba. Ezt mondtad, vagy nem ezt mondtad? Ezek szerint igen. De csak kicsúszott belőle. Igen, az is. Na, nem tudom, mennyit hallottál abból, amit itt ugye az első... Belehallgattam néha. Az első részben beszélgettünk, ugye itt sok minden szóba került, a karácsonyi őrület. Szóba került egy olyan téma is, amiről ugye nem nagyon szoktak igazából ilyen nyilvánosan fórumon beszélgetni. Mire gondolsz? Hát a szexuális zaklatásról, ugye erről is beszélgetünk. Ez egész ország erről beszél, mi az, hogy nyilvános? Hát az, hogy azért úgy nem szoktuk ilyen nagy... A franciák erről beszélnek, az amely mindenki erről beszél. De tudod, mert ha nincs szex, akkor legalább beszélnek róla ez a... Ja, igen. Igen, a mikorunkban már így van, tudod, fejben megvolt. Aztán utána... Hello, baba! Na jó, de hogy vannak-e mániáid neked? Mert... A szexel kapcsolatban? Dehogy itt! Csoda, hogy a szót felismered, de hogy van. Let's talk about sex for now. Erre gondolsz? Mániáim? Igen, te egy ilyen mániányos ember vagy egyébként? Nem. A feleségem szerint túl sokat dolgozom, de igazi mániáim nincsenek. Az a mániám viszont megvan, hogy kerülöm a hülyéket egyrészt, másrészt pedig az is a mániám, hogy de semmilyen... De beültél ide most. Mondom, kerülöm, de van olyan, hogy ugye... De egyrészt, másrészt pedig, hogy még az a mániám van, hogy még van kb. 15-20 aktív év az életemből, és azt értelmesen és olyan dolgokkal akarom tölteni, amiknek szóval van súlya, jelentése, amiért érdemes még ezt végigélni, és ez a mániám ez egyre fokozódik, és ezért még mindig olyan nyughatatlan vagyok, mint amikor toltad a kis poszkimot, baby. A részleteket nem tudom, elmesélted-e? Micsoda, melyik? Mert már megaláztál az ország előtt ezzel egyszer. Nem nézték azt a műsort annyira, az de akkor... Akkor mondjuk én ezt most többen nézik. Állítólag ő úgy emlékszik, én persze nem, hello baba, hogy beült az autómba, egy kis poszkiba, és mit mondtam neked? Hát mentünk egy haknira. Én Júlcsi voltam. Ez már itt nem stimmel, mert én haknira sose jártam. De voltál, ráadásul egy tini diszkó volt, mert akkor vezetted az Ász című műsort, tehát ilyen nagy ifjú tehetség voltál, én meg az ország kedvenc lánygyereke, és akkor mondtad, hogy a nyugati téren az óra alatt találkozunk.
És megjött egy kis polszkival, de hát akkor még menő volt. Hát most állítanak be egy olyannal, azt mondom, hogy jaj. A Tom Hanks most kapott egy kis polszkit. A Tom Hanks neki a kis polszki, nekünk is jó, nem? Na, és akkor beültünk az autóba, és akkor volt két ilyen, hát nem emlékszem, ilyen udvariassági kérdés, és aztán azt mondta, hogy van-e fiú vagy barátom, és mondtam, hogy nem, nincs, és aki gyűlt, és azt mondta, hogy jó, de ígérd meg, hogy nem szeretsz belém. Jó, mondom. Ez szó nem igaz ebben, szó nem igaz belőle. Hát mondom, hogy ezzel... így be fogunk beszélgetni, jó lesz. Ezzel aláz minden társaságban. De ez így volt, mert nem akarsz erre emlékezni, mert erre nem volt válasz. Egy hűmögés, és egyre lejjebb csúsztam a kis poszkival. A kis poszkival nem lehet lejjebb csúszni, már annyira lehet volt. Nézd már meg a lábamat, ilyen kis csökölt, elég a beülőt, nem is látszom. Jó, nyomod, jó. Na, szóval mániák. Egyébként egy ilyen tervezgetős típus vagy? Nem, a feleségem egy tervezgetős típus. Tudod, van ez a klasszikus vicc, hogy Peti. Anyád idén is átjön karácsonykor, de idén újítunk, beengedjük. Ugye ez a tervezünk valamit. Nem, egyébként tervezgetős vagyok abban az értelemben, ahogy szerintem mindenki, aki előadói vagy alkotói munkát végez. Ugyanis az a legkélyesebb és legfantasztikusabb érzés, hogy az ember megálmodja, vagy megpróbálja megálmodni, hogy ahogy eljátszik valamit, vagy megír valamit, hogy ezt az embereknek mikor azt odaadja, hogy ez milyen nagyszerű lesz. Ilyen értelemben a tervezgetés erre vonatkozik, hogy azt az élményt megpróbálod előre így megálmodni, hogy az milyen lesz. És az olyan csodálatos, amikor ez be is következik. Ez nagyszerű. Tervezgetni egyébként nem nagyon szoktam, inkább dolgozni szoktam, és menet közben néha még gondolkodom is. De most is annyi mindennek kéne egyszerre csinálni, hogy tervezgetni nincs időm. De a feleségem a tervezgetett egy új konyhát, amiből az lett, hogy teljesen új házat építettünk utána. Okos asszony. Na, hát sőt, vannak témáink, úgyhogy Éván most ne húzzál nekünk egyet. Viszkis. Lehet szeretni és lehet utálni. Lehet az ellenségünk, de lehet a példaképünk, ki a viszkis valójában nekünk. Na hát ez is egy olyan téma szerintem, ami mostanában eléggé foglalkoztatja a közvéleményt, hogy ő a maga valójában érdemes-e arra, hogy egy ország szeresse, vagy akár film is készüljön róla. Érdekelne egyébként a véleményet. Mert én azt gondolom, hogy ő már akkor a népülse volt, amikor annak idején a Gyorskocsis utcából megszökött lepedőket kötött össze, vagy, és azon leereszkedett. Tehát már akkor a magyar nép szemében ő egy hős lett, aki kibabrált a rendőrséggel, és lám-lám. A médiának ebben nagy szerepe volt, mert ugye eleve tényleg ilyen korunk Robin Hoodjaként volt felkonferálva, óriás blikfangos főcímekkel, és aztán ilyen sikerült belőle egy ilyen Rúzsa Sándor csinálni. Az is bűnöző volt. Ahogy csak a romantika, meg aztán a szabadsághoz, mert ott beállt egy ideig rendesen Honvédnak, de azért ellopott mindent, amit csak lehet. Én nem gondolom, hogy hős lett, hanem egy olyan környezetben, vagy időben dolgozott. Ne haragudjál. Hívjuk figyelj, így. Az is munka. Amikor az emberek, és aztán azt mondom, ez azóta így is maradt, jobban utálták a bankokat és a hatalmat, mint egy bűnöző. Tehát ő tulajdonképpen ennek köszönheti kvázi a sikerét, de nem gondolnám, hogy ő egy hős, hanem egy érdekes figura, és a médiának pedig az a dolga, hogy érdekes figurákkal dolgozzon. De hős csinálnak belőle, biztos. Nem hiszem, hogy hős. De szerintem... miért is a Nyomorultak, meg a Pillangó? Hát ezek meg a is Macki. Ugyanúgy. És képzeld el, hogy a filmtörténet egyik leghíresebb alkotása, egy csak trilógia. Csak beszorult a lukba, de nem. Tehát, hogy a filmtörténet egyik leghíresebb, a világ filmtörténetének ugye egyik leghíresebb alkotás egy trilógia, ami egy bizonyos keresztapáról szól, ugye? Na, aki ugye. Halomra na jó, de az Amerikában van, ne haragudj, így van, meg az elég menő. Igen. Jó, de azért magyar szinten, hogyha azt nézzük, végülis leülte a büntetését, alapvetően embert nem ölt meg, tehát azért szerintem példa, hogy lehet úgy is bankot rabolni. Ugye, hát tök jó. Tehát, hogy erre többen vannak. Igen. És hogy szerintem... És sose fognak börtönben ülni. Igen. Nem, de szerintem az igazi büntetésed most üli le egyébként. Nézd az Ázsia Express, tehát azt a büntetést, hogy Berkivel végigmenni valahol. Igen. Na, az büntetés. Igen, az de, büntetés. De ha azt nézzük, hogy leüt a büntetését, és azért hányan visszaesnek utána, tehát kijönnek a börtönbe, igen, és nem tud helytállni a civil életbe, mert ott a széttetovább szégyűlt emberek között megtanulja azt a szocializációt, és nem tud tovább lépni. Ő viszont
megülte azt a hullámot, amit neki adott az élet, és hogy meddig viszi, nyilván miniszterelnök nem lesz. Arról nem beszélve, hogy... You can never know. Ne arra, hogy ezt gondoljuk, bocsáss még egy pillanatra Bertolt Brechtre, aki ugye azt mondta, hogy hát kérem szépen, mi egy bank, bankrablás egy bank alapításhoz képest. Nézzék körbe, milyen bankok készülnek mostanában. Hát azért, you can never know. És különböző gyerekkoromban megtanultuk, hogy bárkiből lehet elnök. Ma már tudjuk, tényleg így van. Arra nem beszélve, hogy általában a börtön évek alatt legfeljebb butára gyúrják magukat, és még gazdagodnak egy-két ilyen házilag eszkábel tetoválása, de ő mondjuk a komplet Széchenyi könyvtárat kiolvasta, lediplomázott, valami szakmát is tanult, fazekaskodik. Meg én sem értem különösebben, hogy miért ne lehetne ő valamelyest ilyen szinten egy hős, hiszen a nőköz képest minden rabló amatőr, az legfeljebb a pénzedet akarja, vagy az életedet, de a nő mind a kettőt. Várjál, jöttetek! Na jó, de most szerinted például ez vigasztalja azt a banki alkalmazottat, aki mondjuk még most is pszichiátriai kezelésre jár, mert nem tudja feldolgozni, amikor pisztolyt tartott a fejéhez? Te mondtad, hogy bankrablás, a te hangod miért? De hát szóval, hogy azt gondolom, hogy ennek az éremnek is azért két oldala van, nem? Senki hát, nem mondja, hogy gyógycsolatos, de azért ezért ült, nem? Hát ezért ült. Nem lehet, hogy egy kicsit irigyeljük? Az ülésért? Nem az ülésért, mi hanem amit mondom? Utána, hogy létezik, hogy egzisztál, hogy fel valami tudod lesz. Állni ebből? Hogy, hát igen, ez, ezért általában szokták irigyelni. Szerintem nem azért irigyeljük, hanem azért, mert tökéletesen megfogalmazta a népharagot a bürokrácia igen. ellen, a rendőrség igen. ellen, a bankrendszer ellen. Szerintem ezért irigyeljük, hogy meghúzta az oroszlán bajszát. Én nem irigylem ezért. Sikeres lett. Hát sikeres lett. Igen, miért? És majd elmennek emberek megnézni a moziban, hogy milyen nagyon pont. Sokan mentek el megnézni a moziban. Tehát és egyébként hallottátok a filmnek a kapcsán nyilatkozni? Mert ugye nyilván ott is a kérdés, a neki feltett kérdésekkel ezt a hype-ot próbálja meg mindenki meglovagolni, és végtelen óvatosan és nagyon ügyesen válaszolgat, tehát hogy abszolút nem akar magából sztárt csinálni. Szerintem zseniális a fickó. Hát te annyit ültél volna, te is nagyon óvatos lennél. Figyeljetek, és tényleg most, ha már az Ázsia Express mondtad, én bemerem valami, én nézem. És volt benne egy olyan rész, hogy... De csak nyugtass meg, hogy rögtön a celeb vagyok után kapcsolsz át. Afrika, Ázsia. És ott volt egy olyan, hogy beültették őket, és nem tudták, becsukott szemmel, hátulról mindenféle állatokat tettek a nyakukba, de csúnyákat, meg nagyon undorítóakat tényleg. Majd a végén leüntötték őket jeges vízzel, és mindent váratlanul, tehát nem voltak rá felkészülve, és közben púzusmérővel ültek, tehát gyakorlatilag a többieknek űrhajós púzusa volt, tehát hogy mert tényleg szerintem a végére defibrillátort oda készítették, neki 80 fölé nem ment a púzus. Egyetlen egyszer. Ő is ezt mondta. Lőtték ki alul az autót, X-szer lőttek rá, most egy-két ilyen csótány a nyakába, hát most ettől nem fog megijedni. Én egyébként készítettem interjút a Viszkissel, és végig az volt a fejemben, hogy ez a faszi, ez egy elég jó marketing szakember. Tehát, hogy tényleg okos a csávó, ez persze nem írja felül azt, amit csinált, és tényleg azért 12 évet ült, szeretném mondani. Ami azért egy elég, ez egy komoly, de ettől még nem kell őt szeretni, csak egy érdekes figura, ennyi. Tehát én azt gondolom, hogy nem kell ezt túl hype-olni, és nem kell neki beolvasni, maga mit keres a tévében. Hát képzeljék el, a tévé érdekes emberekkel dolgozik, akik vagy negatív, vagy pozitív érzelmeket váltanak ki. De aki nem bírta ki, és beolvasott neki. Jó, hát ő szereptévesztésben volt. Na de ő abból él. Igen. Tehát nyilván tudta már előző nap, hogy kit hívnak be. Tehát megkap egy adásmenetet, tehát nem meglep, hű, itt a Viszkis, hát hogy meg vagyok lepődve. Hát megkapja előző nap a kérdéseket, az adásmenetet, meg mindent, tehát hogy ez nem volt egy ilyen hirtelen, így oda teleportálták a csávót, és így kiborult ezen, de hát mindegy, ilyen van. Jó, hát végül is szerintem az nem baj, ha valakinek az életéből filmet készítenek. Tehát, hogy erről nem ültehet, vagy nem ez a központiság, ami most van, az nem azért van, mert ezt ő akarta. Így hát most melyik? Az én életem is lehetne film. Persze. Adj egy kis chipset. Milyen rövid lenne, nem? De hogy azért ettől még nem kell szeretni a Viszkist, hanem egy érdekes figura, ennyi.
Elég, ha a viszkit szeretjük, az bőven nem. De szeretik, hát látod, hogy körülbelül majdnem 150 ezeren nézték meg majdnem két hét alatt, ami egy rövid ez nem azt jelenti, hogy szeretik, hanem azt, hogy kíváncsiak. Oké, rendben, de kíváncsiak. Tehát, hogy persze, az... persze, de hogy a Kriszta azt mondja, hogy lehet kíváncsiak lenni, és egy érdekes emberről, vagy egy érdekes helyzetről, egy érdekes figuráról csináltak filmet, vagy adott esetben hívták be a televízióba. Tehát, hogy ez nem azt szeretik. De a filmet nem csak jó emberekről csinálnak. Hát ez erről beszélünk. Hát igen, ezt mondom én is. Abszolút. Na, hozzunk egy témát, fiúk, ti jöttök. Egyre több felületen hívják fel a figyelmünket, hogy adataink, fényképeink védelmére, biztonságos tárolására figyelnünk kell. Figyeljünk arra, hogy mit osztunk meg, és mikor. Júci, ez egy ilyen mobilos dolog. Adtam majd... egy hangot. Csak képzeld, csak elmondom neked, abszolút nem vagyok a dologgal tisztában, de azért bizonyos dolgokat tudok. És például egy Skype-oltam párszor, és egyszer csak azt hittem észre, hogy én fölvettem véletlenül saját magam. Érted? És rettenetes élmény volt, mert visszanéztem. És borzasztó volt, az volt a lényeg, hogy ültem magammal szemben. Ezt piszkáltam, azt piszkáltam. Hihetetlenül néztem ki, szóval én még ilyen rondásra jöttem. Nem volt rajtam a szemüveg. Szóval így voltam, majd megszólaltam, hogy na, szóval ilyen büdöset azért nem kérem, mondtam ezt. Nem tudtam, hogy mi ez, te jó Isten, mit csinálhattam, amit így most rávettem, és Lajos, ez most ott van, Lajos volt, igen. Lajos volt, aki alsó hangon ott valamit eresztett a lábamnál. Na, de ez fönn volt valahol ott, és ez bárki megnézhet, ez katasztrófa. Júci, legközelebb a share gombot ne nyom meg, a share. Nem tudtam, hogy mit nyomtam meg. Hát azt ne nyom meg. Rettenetes volt, kérem szépen. Le van azóta ragasztva az a kis gombot. Borzasztó. Hát mondta, csak egy raktapaszt veszel föl, és nem érted, hogy mi a baj. De ti gondoltok erre? Mert én nem szoktam erre gondolni. Nekem most egy barátnő mondta nekem is, hogy ragasztam le a izét a laptopnak, mert hogy bárki belenézhet. Bárki? De hogy nézhet bele? De képzeld el, most tudom, de most rá már mondom, és mit lát? Újság. Hát ugyanezt. Igen, az. De egy újságban azt így beszélgettek olvastam, a Júcival? Júcival Skype-oltunk egyébként. Júcival én voltam. Te voltál. Nem, te, én néztem ki úgy. És online sétafika, tudod? Ja. Szóval olvastam egy ilyen mi ez, technikai labban, nem tudom mi ez, hír szalabban. Nem, valahol voltam egy hangmérnöknél, hangmérnöknél voltam, és oda volt leírva, hogy mi mindent lehet okos telefonunkból, mi mindent tudnak lenézni. Például egy hónap alatt meg tudják azt csinálni, hogy az egész lakásodat lefényképezik. De hogy? Úgy, hogy ahogy így viszed, ők azt mindent így úgy le... Hát nekem csak a narancsbőrömet látnám végig. Összerakják egy kép. Szúrják ki velük, közd a telefont a Lajosra. De egyébként én is csinálok, legalábban béna vagyok, mint te, és akkor egyszer csak rám ír a lányom, hogy te elment az eszed, anyám. És akkor lepereg az életem egy perc alatt, és fölmegy, Jézusom, már megint mit csináltam, de van úgy, hogy arabul írok. Tehát ilyen például előfordult velem, vagy ha valaki rám ér, és visszérök neki, hogy bocsánat, most vezetek. Mindenki tudja róla, hogy nincs jogosítvány. És akkor néha rám ér, akkor megtanultál tegnap óta vezetni. Tehát folyamatosan összén önálló életet él a telefonom, és az a legkínosabb, amikor furcsa üzeneteket küldök, hol arabul, hol magyarul, és még kínosabbat, úgyhogy ezzel a, nem én, tényleg érdemes vigyázni, például főleg az ilyen analfabétáknak, mint mi vagyunk. Hát egyébként azt hiszem egy hónapja, nem, fél éve olvastam, az FBI igazgatója mondta, hogy azért jobb, ha mindenki leragasztja valóban azt a kis kamerát. És ugye erre már élelmes amerikai vállalkozók rá is ugrottak, gyártanak külön erre kis klipszet, amit így rá tudsz így szépen pattintani, és akkor nem csak azon, hogy leragasztottad valami rágógumi Lajosból, vagy valami, hanem hogy akkor az úgy patent ott van rajta, és egyébként hát én is egyre többször úgy vagyok, hogy azt úgy nem kapcsolom be. Egyrészt másrészt semmilyen képet nem küldök sehova. Igen, ez nagyon fontos, egyébként volt ez a... Mi tényleg?
az egyik legnagyobb tech cégnek van egy ilyen biztonságos felhője, és ugye biztos, hogy emlékeznek, volt ez a Frappening, amikor a Jennifer Lawrence-ről mesztelen képek hála Istennek kiszivárogtak, és akkor ezt tudtuk nézni. Én a barátaimmal, amikor a Zoli nevű volt osztálytársam ebédlő asztalán Lucha Libre ilyen mexikói pankrátormaszkokban mesztelenül pózoltunk gyógyszeres flakonokkal. Majd mesélj erről az életről nekem. Igen, átküldöm a gondolat. Mindenképpen. Ja nem, ez pont nem szabad. Pont most mondtad, igen, pont nem szabad. No, szóval, hogy van egy, amikor csak naívak vagyunk, és akkor derülnek ki a messzeren képek, de azért lehet nagyon hülyének lenni. A múltkor például valaki kitette a Facebookra, hogy egy szórakozó helyen hajnali 3 és 4 körül elvesztettem egy övtáskát, benne 90 ezer forint készpénzzel és egy patika mérleggel. Ez igaz. De miért nem lehet de képet küldeni? Igen, mi történik, hogy a képet küldesz? Azért, mert az benne van a rendszerben. De, mi e-mailen? Nem, tehát ki tudják szedni. Úgy gyakorlatilag, hogyha a kamerán keresztül lefotozzák a lakásodat, akkor azt gondolod, hogy a SMS vagy Messenger vagy Viber rendszerben nem néznek bele, tehát nem véletlen az, hogy de ki nyilván láttál, hogy én miről beszélgetek. Hát a te esetedben mindenki kíváncsiak rá. Ja, vagy kapsz. A Facebookos messenger, tehát minden gyakorlatilag, tehát ez az okos telefon, ez gyakorlatilag az FBI is mindenki tudja, hogy te valójában ki vagy. Az oroszoknál a 70-es, 80-es években ez volt nagyon népszerű a polaroid. Tényleg? Na, hogy beletrafáltam, egy kémenő veszettem. Mert nem volt róla másolat, negatív sem, egy darab kép. Mondom, én polaroid. És a legegyszerűbb azt, hogy csinálsz egy polaroidot, ezt lefotózod és átküldöd. Mondjuk én a múltkor megtaláltam egy ilyen előhívós filmtekercset. És nem, mert nyilván már nem tudtam, hogy mi lehet rajta, és lementem a... Előhivattam. Köszönöm szépen, előhivattam. Azt nem lementetted, mert az volt. Lajos, igen. Előhivattam, és azon tényleg mesztelen mozog voltam, de valami nagyon zsengek koromban valami buliból. Hát igen, volt ilyen. De, tehát, hogy nem volt nagyon kompromittáló, de hülyéskedtünk. Tehát én aztán már emlékeztem, hülyéskedtünk, és így adja át nekem a fotókat az előhívó ember, és ilyen nagyon furcsán néz rám, és utána, amikor kinyitottam, akkor rendkívül kellemetlen volt. Úgyhogy végül is nem kell ehhez a telefon. Én nem tudom, de nekem mindegyik kép kiégett, amit ilyet csináltam magamra. Hadd kérdezzem meg, hogy a gyerekeitek fent vannak-e a közösségi oldalakon, és hogy engeditek-e, és hogy figyelitek-e, hogy ők mit használnak? Nem lehetnek fönn, mert ennyi idősen még nem lehet. Péter, Juci? De vagy ő már nagyobb? Az így gyerekem, az már... Én tudom, de hogy ellenőrzitek-e, hogy ellenőrzitek... Az már fönn, meg nem. Nem, egyébként nekem van valami oldalam, amit nem szoktam nézni. Nem tudom használni. Nem tudom használni, ez az igazság, de van. De attól, hogy nem nézed, ilyenkor mindig mondd el, hogy lájkolják, tehát hogy az fontos. Lájkolják. Bármit Jó, is jelentsen ez. Lájkoltam az oldalat. Egyébként mostanában... Mondjuk a legutolsó bejegyzésed 2001, de én lájkoltam. Aztán én azt figyeltem meg, hogy az igazán komoly embereknél olyan őskövület mobiltelefonok vannak, amik, tehát ez még szerintem a prototípus, amit Bell feltalált, hogy egyáltalán nem okos telefon, nagyon buta telefon, és nem olyan nagyon régen a férjem, még elmentek az északi sarkörre, minusz 40 fok, az iPhone-ok ott voltak, mind rajta. Meghaltak, a 4891 évvel ezelőttről az még mindig működött. Ezt most nem kellett volna kimondanom a nátán. Nem baj, te fizeted. Ne veszed a gyűrűt az ujjadról és ott lenni. De most az, hogy felteszi az ember a felhőbe a képeket, az akkor jó. Milyen felhőbe? Ami véd. Ami védi valami. Igen, hát amiben úgy megmarad. Benne van a telefonom, és mindig föl ajánlja nekem a telefon, hogy 278 hónapja nem volt mentve a telefonjáról, semmi akarja. Előbb-utóbb kéne menteni. Igen? Persze, ha nem akarod, hogy így elszálljon minden. Na, akkor jó a felhő? Jó a felhő. Nekem tulajdonképpen az volt mindig a izém, hogy a fényképek, tudod, fényképek ott vannak, és hogy a szegény anyám után, tudod, meg a szüleim után ott a rengeteg fénykép, az borzalmas azt szelektálni, tényleg. De a gyerekemnek semmi meg nem fog majd kerülni, vagy... Mindegy, mert az egészet fölraktuk, ma valakivel fölrakadtam egy ilyen pendrive-ra, az egész csak így kell kidobni. Péterem, húzzál egy jó témát nekünk. Azt mondja. Hát ez úgy kell kiolvasni, hogy... Azt köszönöm szépen.
ha Meghan Markle lehetnék egy napra egy hercegnő születése, ez mi? Hisztek-e a mesékben, ezt kitalálta ki ezt a kérdést? Álmodtatok már arról, hogy királylányok vagytok? Márko? Péter, te álmodtál már erről? Én az álmos királylánynál lemaradtam a 80 évesek. Igen? Néhány éve változtatott nővé az akkori énektanárom, és olyan jól sikerült neki, hogy a nőkomment rendezvényeknek rendszeres tagja vagyok, mint erős, magabiztos, tudatos, fiatal nő. És így, mint herceg, hogyha én egy napra hercegnő lehetnék? Hát igen, az a legérdekesebb az ide. Én azonnal lefeküdnék egy férfival. Ugyanis ezt így még nem volt alkalmam kipróbálni, és nem is terveztem a... Pedig azok a pucér jeleneteket az asztalon azért, az már jó. De az más, az művészet, Péter. Ja, bocs. Ne. Képzeljétek el engem. Engem, képzeljétek el. Kicsit hercegnőnek. Nem tudtam, hogy a Csicsó lenne is művésznő. Hercegnő. De hogy ugye az új királyi családban egy olyan hölgy fog, nem tudtad, hogy itt érzem? A kérdés, hogy le tudnátok-e mondani az életetekről a címért, szerelemért? Igen, mert hogy ez a hölgy, aki most, Meghan Markle, hogy hívják a kicsi ember. Én inkább mosogatok minden nap, és kérdek, és vazsalok. Hogy ugye egy olyan hölgyet vesz feleségül, aki elvált. Amerikai félvér, színésznő. A félvér ez nem... Elvált is, nem tudtam. Elvált, igen. És hát ugye ez nem egy rendhagyó a királyi családban. És hogy ő, igen, le kell mondani a karrierjéről. Jó, hát életem, de egy dolgot hagytak neki, hogy küzdjön a női emancipációért, ami önmagában egy végtelen ellenmondás, ne haragudj. Hogy ha a női emancipációért küzd, ellenben neki le kell mondani a karrierét. Ugye ez olyan jó Istenbe jön össze? De tényleg? De annyi mindenről nem kellett lemondani. Hogy én inkább herceg akarok lenni, kis hibával, és mondjon le, mi az. Kis hibával, elálló füllel. Én egy herceg. Jóci, kis herceg. Kis herceg. Én a tanácsadó. Herceg. Én nem szeretnék hercegni, én a tanácsadójuk. Ma azon mindig ott marad. Hercegnök jönnek, mennek, de a szürke... Anyám is mindig ezt mondta, kisfiam, nők jönnek, mennek, anya csak egy van. Egyébként ugye volt a történelemben olyan király, illetve még nem lett király, aki lemondott a trónról. Pont egy ilyen, igen, kapcsolat miatt. Ő nem lesz királynő soha, hiszen most már nem tudom, hanyadik a listán, úgyhogy Katalin hercegnő szüli a gyereket. Úgyhogy még belefér. Én szerintem egyébként ez egy, tehát hogy nem, most azt valamit képzelünk erről a hercegnőségről, ez valószínűleg nagyon távol áll attól, amit egyébként ez takar mai nap. Tehát hogy szerintem ez egy nagyon, nagyon sok lemondással jár, nem csak a karrier, hanem egyáltalán szerintem az egész magánéletet feladásával. Tehát, hogy itt tulajdonképpen a 365 napból 368-at kell reprezentálnod valahol, ha akarod, ha nem. Tehát, hogy nem lehet egyszer se rossz kedved, ami nekünk is ritkán, de... Két órája ülök behúzott hassal, hát kérdez, hogy szóval milyen lennék, pont ezt akartam mondani, így ülnem. Képzeld, hogy egyfolytában vékonynak kell lennem. De már szóval volt egy nem ilyen, olyan a Grace Kelly. És ő is szerintem megbánta. A szenvedett is. De szerintem megbánta, hogy lemondott a karrierjéről. Annyira, hogy megszőlik. Mi lemondanátok a Oscar gyanús karrieretekről egy herceg kedvéért? Hát annyi esélyem van erre, mint hogy herrier. Igen, az Oscarra vagyok. Az Oscar díjasról. Azt olvastam egyébként, hogy még a körömlakja színét sem ő választja meg, és egy fekete ruhát nem hordhat, csak valóban gyászos. Na, ez nálam kizáró ok lenne. Hújjon a birodalom, én fekete ruhát. Tulajdonképpen ez azért ez egy nagyon nagy kötöttség. Tehát egyrészt Erzsébetet elviselni, tehát nem tudom, hogy az lehet-e. Ne haragudj, de ki az apukájuk, a Harry hercegnek, a Fülöp, a lófejű, hogy jelent? Károly. Na, annak az utolsó felesége, na az lehet egy pusztító. Camilla. Az még szappanba se jó, figyelj. Az teába meg aztán, figyelj, az halál. Ez biztos, unalmas a horrorfilmeket. Figyelj, az tényleg az a nő smink nélkül horrorfilmben. Az úgy néz ki. Nem is de őt nem is ismerik te el, most őt nem szereti. Nőt, mert nem szép. Nem azért. Nem azért nem szép, hanem azért, mert... Mert ronda. Ő is elvált volt. A kisugárzás azért, hát igen, ő neki nincs egy olyan kisugárzás. Na jó, de figyelj, tényleg mondjuk a Diana után azért ott senki sem lenne nagy. Hát meg tudván, hogy ő volt a harmadik a kapcsolatukban, tehát hogy ez azért... Igen, tehát hogy őt nem, igen. Arról a részről. Van rá ok, hogy ne szeressék. Tessék? Arról a részről. Igen. Ő volt a harmadik. Ja. Volt a negyedik. Igen, Isten. Igen, igen. De ő volt először, és jó. Tudod, azt számít. Szerintem a másik oldalra gondoltam.
Egyébként nagyon érdekes, én ott voltam, amikor a Kate és a William összeházasodtak, mert nem meghívtak. Igen, ezt akartam kérdezni, felléptél, vagy felvettem a szép ruhámat. Nem, hanem filmet forgattam az eseményről, riportot. És azt figyeltem meg, és ez tényleg egyébként bámulatos volt, és nekünk magyaroknak is egyébként szükségünk lenne néha az ilyen mesékre, hogy kint aludtak az emberek, az utcákon már 2-3 napja fölvertek sátrakat, csak azért, hogy lássák őket elhaladni. Tehát, hogy az embereknek tényleg olyan nagy szükségük van a mesékre, a tündérmesékre, és lehet, hogy nekünk magyaroknak is ez ilyen tök jó, te nem azt mondom, hogy legyen királyunk, persze, van, aki szeretne az lenni, de hogy kifekszel a hangot. Nem, de lejött az iPhone 8, hát ilyen mindenki ott feküdt. Nem tudom magamra elképzelni, mert mi magyarok nem vagyunk rajongós, cinikus típusok, de ebben az országban ennek ugye 1000 éves hagyománya van, és szeretik őket, érted? Hát figyelj, nálunk is alszanak az emberek az utcán, sátrakban, tudod, másokból, de egyébként tényleg ott a mi mesénk másról szól. De ebben igaza van a Krisztának, hogy kellene, hogy az egész azt sugallja, hogy igen, van ilyen, van, és létezik, és szépek, és boldogok, és herceg és hercegnő, és mit tudom. A mi mentalitásunktól ez talán több távol áll, de a britek ennek tudnak örülni, csinálnak zász, hogy te annyi gusztustalan dolgot, én még életemben nem láttam ilyen. Keks, tányér, tehát épp WC papír, tehát ami kell, minden mutatta a Kamillámat. Igen. Kamillás WC papír. Van. Na, az a britekben azért ne bízzunk, tehát akik elhitték a Nigel Farage-nak azt, amit mondott, hát annak tényleg, annak még a Kamillánál is furcsa arca van. Na jó, nézzük a következő. Nikol, most már nálad van. Egy rövidebbet. Miért? Szeretitek a focit? Jaj. Hát ez tényleg rövid lesz. Szeretnétek havi 8 millió forintot keresni? Igen. Igen, szeretnék. Már ebbé közül van a 8 milliónak a foci? Hát, hogy marhára túl van. Nagyon sok pénzt keresnek. Én annyit tudok a foci, egyszer már majdnem megértettem a lest, nem kétszer már majdnem megértettem a lest. Körébb van az egy. Jó, igen, valami ilyesmi. Azt is tudom, hogy tegnap előtt a München, Bayern München játszott a Paris Saint-Germain-nel, és a Paris Saint-Germain-nél van a Neymar, aki a legdrágább focista most, a legdrágább menő adott, de egyébként engem csak a végén a Messi csere érdekel, azt várom nagyon mindig. Képzeljétek el, én meg focisanyuka lettem. Tehát ez az egy, amit soha az életemben nem tudtam volna elkészíteni, egy, hogy gilisztákat fogdosok, és a frigyderembe tartom, mert ugye a gyerekem, a kisfiam horgászik. Kettő, hogy mindent tudok a La Ligáról. A férjem és a gyerekem még a Timbuktu-Zimbabwe meccset is megnézik éjszaka. A gyerekem focista, úgyhogy nem sokára brillfülbe vajolja lesz, és hegyeseket köp. És azt tervezzük, hogy Felcsútra költözünk, nem, de hogy például most szombatot is... Felesleges lesz az utcátokban is stadion, sem semmi. Most szombatot is egy budapesti körmérkőzésen töltöttem. Ugyan 2 órát aludtam, de úgy jövöltöttem, mint a sakál írunk be. Te, a körmérkőzés, a körmérkőzés a körmenet új neve egyébként? Én is focis anyuka lettem. Képzeljétek el, hogy az anyuval a Víg Színházban játszottuk a Popfesztivál 40 című darabot, és a Richard megnézte, és bejött az öltözőbe, és azt mondta anyukámnak, hogy nagymama, olyan voltál, mint Messi. Mert hogy az ugye a fantasztikusságnak a ne továbbja volt. Ő jobban járt, az én kisfiam egyszer azt mondta, anya, te olyan szép vagy, mint egy gőzmozdony. Szerintem Messi kategóriákkal jó. Jó, átmész így. De egyébként engem jó, az érdekelne, hol rontjuk el ezt? Tehát, hogy például járok ezekre a U8, meg U9, meg nem tudom, ilyen mérkőzésekre, vagy a kisfiamat beválogatták. Köszi. Marha jól fociznak, ingyér, ugye? Hol a 8 évesek, meg a 7 évesek. Felek, jó fejek, mindenki kezet fog a másikkal, és akkor valahol útközben azért valami történik. Erről mesélnék neked valamit. Én hétfőn focizom a Vasasban, a magamhoz hasonló ilyen tornából felmentett fickókkal, és amikor néha ott kisgyerekek fociznak, akkor nagyon ügyesen fociznak, akkor azért látom a szülőket. És ami ott folyik, azért a szégyen. Tehát ahogy ott ordítanak, amilyen hangnemben, amilyen szavakat a szülők, ahogy a bíróra, ahogy a másik csapatra, figyelj, abban minden nyomora benne van az országnak. 1, 2, ott tűnik el a foci tudás,
hogy ezeket sok tehetséges gyerek, akit egyébként nagyon rosszul képeznek Magyarországon, mert az a magyar foci legnagyobb betegsége, hogy nincs jól utánpótlás képezve. De még ezek a tehetséges gyerekek is elérnek a felnőtt kor küszöbére, bekerülnek egy nagyobb csapatba, és tudod, mi történik? Hát a gyerek hajt, mint az állat. És az első edzésen oda megy hozzá a 32 éves páros, hogy figyelj, kis csávó, ne rohanjál ennyire, mert fölemelik, most lenyomják a szintidőt, és nekünk is jobban kell szaladni. Tehát magyarul, hogy lefele nivellálják a középszerű focisták, akik 8 milliót keresnek egyébként havonta. De a legnagyobb bűnnek nem ezt tartom, és nem is a stadionépítést, hanem azt, de ugye, hogy én azért, majd mindjárt is, én azt tartom nagyon nagy bajnak, hogy van egy úgynevezett TAO rendszer Magyarországon. Nem tudom, erről hallottatok-e, hogy a társasági adóból van működtetve gyakorlatilag a magyar labdarúgás. Most azt, hogy ennek az eszközei milyenek, erről is tudnánk sokáig beszélni. A legnagyobb bajnak azt látom, hogy egy pár hónapja olvastam egy hosszú elemző cikket az Indexen, ami arról szólt, hogy minden kis faluban az utolsó tornatanár vagy nyugdíjas tornatanár bácsi is gyerekcsapatokat hoz létre, hogy TAO pénzt kaphasson. Egy probléma van, hogy a gyerekek nem tudnak focizni, de be vannak rakva egy csapatba, elviszik őket a megye 1-2-3-ba, ahol verik őket, azok a jobb csapatok, akik egyébként tényleg kapnak képzést, a gyerekek meg vannak alázva, ilyen eredmények vannak, hogy 42-3, ennyire kap ki egy csapat. Én nem szeretném, ha lenne fiam, nem szeretném, hogy olyan csapatba játszon, csak a Béla bácsi kedvéért, hogy ő TAO pénzt kaphasson, és abból az edzői fizetése meglegyen, hogy a gyerekem így meglegyen alázva 1-2, hogy gyakorlatilag csalni tanít mindenkit ez a rendszer. És ezért soha nem lesz ebből jó foci, mert ahol nincs versenyszellem, hanem csak ez a tudod mi van túl a mutyim-putyim kategória van, akkor ebből soha nem nő ki semmi igazi olyan versenysport, ami külföldön, bocsánat, nem az úszás, hanem a fociról beszélek. És most bocsánat, hogy egy kicsit komolyabbra tereltem a dolgot, de így elröhögcsérünk ezen, csak amennyire könnyű témának tűnik, ebben nagyon sok méreg van. Abszolút igazad van, de alapjában véve szerintem a foci nem véletlen a világ legnépszerűbb sportja, tehát én minden héten nézem, hogy védj egy bőrgolyót, lemennek egy ilyen kis ketrecbe, és a Bevándor Gyor gyerek, a Roma gyerek, a Budai Uri gyerek azonnal megtalálják a közös hangot, tehát amíg mi nem rontjuk el őket, meg ez az egész rohadt rendszer, addig a világ legliberálisabb dolga, és vegyél egy labdát, és boldogok a gyerekek. De tehát erről szól a világ, erről kéne szólnia mindenhol a világon ennek a dolognak. Ebben nincs teljesen igazad, mert az én fiamnak például óriási konfliktus, hogyha ő valamit nem csinál jól a focérzésen, akkor a többiek cikizik, bántják, meg kell őket verni. Mit csinálni? Meg kell őket verni? Én bármi. Ütni, verni, hát pusztulja. Nem, nyilván nem szólok bele, mi ott a riád megtett rá, de... Köztük egy sportoló. Igen, kérdezik el állat. Hagyjuk szóhoz jutni. Az azért hagyom mondjam, hogy nehéz köztük megszólalni, mert engem anyukám arra tanított, hogy várjam ki a soromat, de itt azért ez nem fordul el. Szóval egy sportolói szemszögből nézve én gyűlöltem a focistákat, amíg sportoltam, most is szeretem. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy amennyit keresnek, az irreális. És az a probléma, hogy egyébként U11-12-16-ig zseniálisak. És pont az van, amit elmondtál, és erre készültem, hogy ezt az egy mondatot elmondhassam, és azt is elmondtam, hogy amikor felkerülnek oda, akkor nyilván a nagyok szólnak, mert ugye fizetés, megvonás és minden történik. De én azt tartom problémának, hogy a foci mennyire összekötött minket egy évvel ezelőtt, és kivonultunk, és szurkoltunk. És nekem nem mondja meg valaki, de várjál, nekem nem mondja meg valaki, hogy a Cristiano Ronaldótól sajnálod a pénzt, mikor zseni most lehet a Messi is, csak hogy nehogy itt megutáljon valaki, hogy ha megnézed azt a meccset, ott úgy futnak, mint hogyha élet-halál harc lenne, és neki már tök mindegy, hogy 346 millió eurót kap, vagy 282-t. Itthon viszont kettőt kapsz, két gólt kapsz, és utána ott ízé sunnyogunk meg, majd bemegy a VIP-be, és tök jól összepacsizik, hogy haver, nyilván a miniszterelnök az, tehát hogy haver, meg ilyeneket csinál. Tehát, hogy itt ez a probléma, és közben pedig, hagyd mondjam el itt, mert itt ül a nézőtéren, Szatmári András a nyáron világbajnok lett vívásban, és... hozzáteszem, január óta foglalkozom vele, nem és hozzá nem, neki nem küldtek levelet, és nem mondták, hogy megemeljük a fizetésedet 86-szorosára, és annyit kereshetsz, mint a legjobb magyar focista, és egyébként ő pedig a világon valamiben a legjobb lett. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy így kéne értékelni, azt abszolút elfogadom, hogy a foci a legnépszerűbb sportág. Nyilván a legegyszerűbb is. Itt van egy fontos dolog.
Itt két fontos dolog van. Az egyik, hogy a Messinek igenis nem mindegy, hogy mennyit keres, mert ha mindegy lenne, akkor nem csalna adót, ez az egyik. A másik pedig az... Nyilván nem úgy úgy volt, hogy na, berúgom, igen. A másik pedig az, hogy azért azt te pontosan tudod, hogy ezek a focisták, akiktől mi most sajnáljuk a pénzt, ezek fölteszik az egész életüket erre, és nekik van egy 10 éves intervallum, amíg keresniük kell, és utána, hogyha mondjuk nagyon buták, akkor nem lesz belülük edző, hogyha kivételesen jó stratégiák, akkor edzőként is tudnak tovább keresni pénzt. De ez az összes többi sportoló rezsámban. Az összes, ez így. Én nem járok Porsche-val, nem lakok Budán 400 milliós házba, és semmi nincsen, van azért ne aggódjál. De van egy olimpiai aranyam, de 1 kiló kenyeret nem adnak érte, tehát hozzáteszem. Tehát, hogy azért ez nem így működik, és nekem ugyanúgy meg kell állnom a helyemet, míg egy focista, hogyha tényleg jól csinálja és nem herdálja el a pénzt, akkor egész életében plasztikai sebészhez jár meg minden egyébhez, így olvastuk. Szóval... Nézd a dolgok jó oldalát, hogy mondjuk úszó versenyeken nem késelik meg egymást a szurkolók. Hát ez milyen jó? El tudom képzelni, hogy anyámat lesz. És az úszás is nagyon érdekes, mert megépítenek egy úszócsarnokat, és már rég készen van, és még mindig egyre drágul. Ez is tök érdekes egyébként. De nem minden szurkoló ilyen, mert engem gyerekkoromban vittek Intertotó meccse, az megvan? Az... Milyen Totóra? Ez volt a neve. Intertotó? Igen, ez volt a meccs. És elvittek apám még, én semmit nem értettem az egész játékból. Mindig akkor ugrottam föl, mikor az ellenfél lőtt gólt. És ott mondta a bátyám, hogy nem most kell felugrani. Meg jobban érdekelt, hogy hozták a szendvicset. És azt láttam, hogy ülnek ezek az öreg emberek, és eszik a szotyit, és egyébként, Józsi, menj ma vagyunk, jön! És köszöntek. És mondtam, hogy jó, milyen jó hangulat, és egy időben, és azzal kezdtem el szórakozni, hogy különböző mintákat köpöttem az előttem ülő hátára. Hát mondom, hogy milyen jó buli, akkor milyen. És a végén már egy egész ilyen kis non-figuratív ábra volt a csávó hátán, úgyhogy nem is tudta, hogy tulajdonképpen az a 6 éves kislány, aki szerette a focit, az egész hátát teleköpötte. Képzeljétek el, velem előfordult az, hogy hát akkor még, bár már... terhes voltam, de még mindig úgy éreztem, hogy a bekerülési időszakban vagyok, és a férjem ilyen foci örült, ezért aztán állandóan foci meccsre jártam vele, nem értem én, ma már 10 év után nyilván nem járok vele foci meccsre, és 8 hónapos terhes voltam, amikor a nyaralások alkalmával ő úgy gondolta, hogy a Palermo internacionáli meccsre fog minket engem Szicíliába bevezetni, 8 hónapos terhesen, természetesen a Palermo kemény magjában foglaltunk helyet, és akkor Zsiga minden egyes gólnál úgy döntött majdnem, hogy kifigyel ott alul a hasamból, mert hogy ütötték a tam-tam dobokat, és a vége az lett, hogy engem rendőrök vezettek ki, mert hogy féltettek. Azt hittem, hogy verted a magas sarkodon a Palermo-t. Vigyél ki ezt a terhes nőt, közveszélyes. A férjemnek fel se tűnt, nem cicceget, hogy most mit rontta bele a hangulatát, és tényleg kimentek. De azt hiszem győztek. Valamelyik győzött, nem tudom, hogy ki. Ismerősöm, egy elég vagány gyerek, egyszer el akart jutni egy világbajnokság foci VB-re. Pénze nem volt, és a haverjával kitalálták, hogy írnak az egyik légitársaságnak, mert a kombinált jegy volt, repülőjegy, focijegy, hogy hát ő megnézni ezt, de hát ő mozgássérült. És akkor visszaért a légitársaság, semmi gond, hát akkor kap egy ingyen jegyet, és akkor a srác mondta, hogy oké, tök jó, és akkor neki kísérője is van. És akkor a haverjával, ketten kimentek a dél-afrikai világbajnokságra. És a következő ja, hát ő végig tolószik beült, semmi baj nem volt. És azt mondja, hogy nagyon sok kínos jelenet volt, de végig nagyon szégyelte magát, de legalább meg tudta nézni a döntőt, de a legjobb az volt, hogy amikor a, nem is tudom, Kamerun-Japán meccs volt, akkor valahogy egy olyan helyre rakták ugye a többi ilyen kerekesszékes mellé, hogy előttük ültek a japán szurkolók. És mindenki ült, és ő is így ült, haverja mögött, és amikor a szegény japának egyetlen egy gólt be tudtak nagy nehezen kavarni, az összes japán előtte fölugrott a szektorban, azonnal jöttek a biztonságiak, hogy üljenek le, mert nem lát a tolószékes. És azt mondta, hogy annyira égett a pofája, tudod, egész, hogy ez valami borzalom. Ez legalább egy viszkis szerintem egyébként. Egyszer az egyik barátom hazudta az ellenőrnek, hogy süket. És akkor csak, hogy álltak, percekig ment, és akkor ellenőr feladta, és mondta, hogy amúgy elejtett egy 5000-es barátom. Hol? Igen. De jó. Te, ő se a Nobel-díjra nevezettek közé tartozik. Na, Edith, húzz egy témát. Jaj,
De jó. Akarod? Nem. Nincs rajtam szemű. Nekem ezért nincs is téma. Olvasd. Te maga vagy a téma, Júzi. Ugye? Igen. Tessék, ezt most kimondtam? Tényleg? Beszél az arcunk. Nem tudjuk az érzéseinket. Nem tudjuk az érzéseinket eltitkolni, mert hamarabb látszik rajtunk. Hát azt gondolom, hogy ez az, amihez én igazán hozzá tudok szólni. Tehát az én arcom mond gyakorlatilag minden azonnal. Nem vagy egy jó póker? Én egyáltalán nem. Bezegény. Hát a férjem onnan tudja, amikor pókerezünk, mert néha van ilyen, most már nem régen. És így csináltam. És akkor biztos volt benne, hogy valami van. És akkor persze, hogy nincs semmi, na rakjál. De hát minden. De egyébként tényleg nincs jó póker. Nekem ez nem kell látni a feleségem arcát. Hozzámegyek a háttartásából tudom. Nem a háztartásából, a háttartásából. Baj van. Baj van. Ez nem kell arcot látni. És a mi baj? Semmi. A semminek a hangsúlyából is az ja, elég gyorsan rávágott. Semmi. Már a telefon csörgésből tud. De hogy ti se vagytok ilyen póker. Hát én nem tudom, én a múltkor próbáltam kifejezetten kedves lenni, meghívtak valahova, és utána mondjak egy pár szót, így egyáltalán nem volt kedvem, vasárnap este esett az esőt. Elmentem, mondom, nem baj, bevágódom nála, és majd legközelebb is hív, és utána hallottam vissza, hogy ez mekkora paraszt tesz, hogy eljött, és így pofákat eljött, és rájöttem, hogy én akkor vagyok a legundorítóbb, ha kedves próbálok lenni. Most melyik stádiumban vagy, csak hogy úgy eldöntsük? Az elvisel kategória. Igen, azért szerintem itt mindannyiunknak vigyázni kell arra, nem? Hogy... Én nem tudok. Tényleg nem tudok. Akkor elhívtam. Te meg is szólalsz. Sajnos, igen. Igen, mert most mit rejtsem el? Hát úgyis. És ha elhívnak társaságban, azt szoktam mondani, hogy mindenki jobban jár, ha nem megyek. Én is. De sosem voltál egyébként ilyen, aki itt kontrollálja magát? Mit? Kontrollálja, tehát, hogy... Én próbálom. Az milyen? Nem megy. Milyen, amikor Hernádi Judit kontrollálja magát? Nem tudom. Én akarom, hogy ne látszódjon semmi. Nem tudom. Nagy fájdalom ez nekem. De sok hát pénzt másnak. Keresek vele. Igen, egyébként. De mi a jó megoldás, amikor tényleg mondjuk így kibondasz egy mondatot, vagy tényleg látszik az, hogy lehet utána azt visszacsinálni sehogy, nem? Hát időgéppen. Időgéppen? Azt mondtad? De miért kellene most... Tehát miért nem mutathatod meg, hogy mit gondolsz? Hogy miért nem mondhatod el? Hát most megsértődik, ilyen az hát élet, tovább kell menni. Nekem azért a főnökemmel voltak ezügyben problémáim, a pikir pofámat azért nem mindig tudtam visszafogni. De nem is akartad. De nem véletlen volt. Nem? Hát most már megpróbálnám, de most már rám égett. Ez az állarc. Na jó, de hát azért ez mondjuk elemetlen tud lenni, ezt mondjuk, és én ezt vállalom is, hogy amikor mondjuk egy olyan műsort vezettem, ahol mondjuk egy olyan vendég volt éppen, akit nem annyira kedveltem, persze ilyen nincs, de mondjuk így volt róla véleményem, olyan sincs, mert egy műsorvezető legyen semleges. Hát azért csak rá akkor miért volt. Téged miért nem tudom. Vezető? Azt gondolták, alkalmas leszek erre. De hogy szóval, hogy azért ott van, és akkor az ember úgy próbálja, vagy hogy ne látszódjon rajta azt, hogy tulajdonképpen mit gondol. De az, hogy amikor veled szembe gyakorolják ezt, tehát, hogy fizetek a Tesco-ban, és látom, hogy ott ül a hölgy, és mindjárt mondani fog valamit. És látom az arcán, hogy valami olyat, amivel baromira megbánt, és akkor egyszer csak odafordul, maga nem is olyan kövér. De egyébként pont tegnap volt egy ilyen érzésem, képzeljétek el, hogy forgattam egy nagyon kőkemény helyen, egy homeless, tehát fedél nélküliek elfekvőjébe egy kórházba, és ahol azok vannak, akik tényleg már sehová se tudnak menni. És jön ki egy férfi, és mondom, ez most megint meg fog bántani, de már az arcán láttam, tudod? És azt mondja, hogy Krisztina, én magára emlékszem régről.
És már maga sem 22 éves, és mondtam, hogy nem bizony, de jó, hogy ezt elmondtad nekem. Pont így vagyok én is vele, és látszik az emberek arcára, amikor mit fognak mondani, és ez nekünk sem mindig jó. De férfiaknak könnyebb, nem? Ti jobban tudtok póker arcot vágni. Rajta soha nem látszik semmi egyébként. Ezt most neki mondd? Nem, rád nézek. Ja, én? Nem látszik semmi? Hát nem, te azért úgy tudod magad kordába tartani. Pardon, hát azért, mert ugye ezt meg kellett tanulnom. Ugye az egyik életem részem az tulajdonképpen a marketing, kommunikáció, biznisz szakma. És ott ugye hát annyiszor van olyan helyzet, hogy mondjuk dolgozol egy hónapot egy kampányon, nagyon sok munkát belerakod, prezentálod valakinek. Még az is előfordul az ügyfél, hát ez ma már talán kevésbé van, így régebben gyakran láttam, hogy közben telefonálgat, pucolgatja a körmét, néha mond valami baromságot, kérdez valamit tőled a munkáddal kapcsolatban, de tulajdonképpen nem figyel oda. Majd a végén tulajdonképpen eldönti, hogy hát ez nem is olyan jó tulajdonképpen. Nem is figyelt oda. Neked meg kell tanulni igazából megőrizni a hidegvéredet, mert igazából az ügyfeled egyrészt szerződésed van vele, másrészt pedig mit tudsz olyan helyzettel kezdeni. Volt például egy megrendelőm, vezérigazgató volt. Forgattunk nekik egy filmet. A film a 13. kerületben játszódott, a Pozsonyi út környékén, ugye Szent István Park, az egy ilyen Bauhaus környék. Igen. Megnézi a filmet, azt mondjam, azt az első snittet vegyétek ki a filmben. Miért? Hát mert nem szeretem ezt a szociál építészetet. Ott ült még 8 embere. Mondom, mondjam el neki, hogy ez nem szociál, hanem Bauhaus. Beégetem a többiek előtt, megalázom, egész életébe gyűlölni fog, és ki is rúg. Ja, és nincs is igaza. Mi a helyzet? Mit kell ilyenkor csinálni? Hát azt mondom, hogy megnézzük, mit tehetünk. És aztán úgy hagytuk, mert valahogy máshogy végül is elfogadtattuk a filmet, de hogy egy ilyen helyzethez, ebből 1000 van ilyen, mondjuk a marketing szakmában, és akkor hozzászoksz ahhoz, hogy az emberek sokfélék, sok marasságot mondanak, nyilván ők ugyanezt gondolják te rólad, és hogy nem kell rögtön mindennek az arcodon látszani, nem azért, mert egy szolgalelkű ember vagy, hanem mert már megtanultad azt, hogy ezt majd kezeljük, nincsenek akkora jelentősége, nem kell megránduljon az arcod minden maraságtól. Ugye van az a mondás, hogy igazából két dolog végtelen, a világűr meg az emberi hülyeség is. Ezt ebben magadat is beleérted, nem kell mindenen kiakadni. Egyébként meg alapvetően azt gondolom, hogy igenis van ez a mondás, tudod, hogy mindenkinek olyan arca van, amilyet megérdemel. Ez egy kicsit közhely. Jaj, nem mondd ezt! Ne, igen! Kicsit közhely, de közben kérlek, azt gondolom... Kérlek, reggelente én is ezt mondom, ezt értem le. De nem, mert a te arcodban abban az van, hogy te egy sokat nevető ember vagy. Az embereken látszik szerintem, hogy milyen életet élnek, és azt is, hogy mi a gondolkodásuk. Szerintem rá van írva, ehhez nem kell szépnek lenni. Ehhez egyszerűen nem kell szépnek lenni egy emberi arcnak, minden arc beszédes. Egyre jó. De most komolyan nem neked mondtam, hogy nem kell szépnek. Jó, persze, hanem, mindegy, szerintem, most már végig sületél így karácsony nem. Előtt, tényleg. De tényleg így van, és az ember, hogyha tényleg a pozitív energiáit hagyja, mindig ki hogyan nőni magából, és arra koncentrál, kérdezted, hogy mi a mániám. Igen. Hát ez, hogy minden negatívot visszatolni oda, ahonnan jön, és nem hagyni, hogy megmérgezzem. Ugye a ráncaid azok jó fele menjenek, ne rossz fele. Mert az arcod ilyen értelemben valóban a te életedről is mesél szerintem. A Krisztó nyilván 1000 emberrel forgatott, olyan emberekkel is, akik nagyon mély társadalmi osztályokban vannak. Nem igaz, hogy ott csak boldogtalan emberek vannak, ott is vannak megélt boldog életek egyébként, megküzdött életek, rajta van az arcon, minden ember arcán szerintem rajta van. Most olvastam nemrég egy tök jó meghatározás, hogy... Itt a Jutit mindjárt sík. Nem, hát az ő arca zseniális, hát az bármire alkalmas egyébként, de azt akartam mondani, hogy... Nem, mert annyira tud vele játszani, csak azt akartam mondani, hogy van ez a meghatározás, és szerintem ezzel a Márk egyetért, hogy az emberi lélekhez a kulcs a hang például. Tehát amilyen hangod van, ahogy beszélsz, amilyen az orgánumod, ahogy le. És azt gondolom, hogy a sorsához, az ember sorsához pedig az arca kulcs. Tehát azon lehet látni szerintem, hogy az milyen az a sors. Úgy de vigyázz kisre. De a gonosz emberre látszik egyébként szerintem. Meg a szoktam nézni a buszon meg a villamoson. Csak gonoszok ülnek ott. Mindenki a Star Wars-ból jött. És nekem van egy ilyen játékom, hogy... Így rávigyorgok, így ránevetek. Hát Péter, ez teljesen a sejmesen bugó hangomon és a nagyon nevetős, pozitív arcomon azt szeretném tőled kérni, hogy nálunk itt ebben a show műsorban az a hagyomány, hogy a meghívott férfi meglepetés férfi vendég. Hát akkor. Nem, ő még csak ifjú titán. Ő majd a következő. Csak. Bármi lennék ifjú titánok újra.
hogy valamit előadsz, megmutatsz magadból olyat, amit eddig nem láttunk. Nem tudom, van-e olyan, és publikus? Van, de azt nem rakom fel a felhőbe. Jó. Tehát itt szeretnénk tőled valamit. Jaj, de örülök ennek. Az a helyzet, hogy itt hallgatóztam az első felidőben, megnéztem, hogy mikről fogunk beszélni. Írtam egy ilyen kis reppentyűt, de maradjunk abban, hogy ezt csak akkor leszünk hajlandók előadni, hogyha beszállnak az itteniek is. Mi? Meg az ottaniek is. Van egy nagyon bonyolult szöveg, ami a Will Smith-nek a Get in Cheeky With It című dalának a refrénje. Ez úgy szól, hogy... Gyerünk együtt, jó? Na na na, na 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 na, na 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 na. Na, legalább az jó szöveg, mintha én írtam egyet volna. Egyet kell csinálni, vagy egyet kell csinálni majd, amikor mutatom, jó? Jó. Tehát, hogy ez ilyen refrénként, jó? De ezt, próbáljuk el a közösséggel, legyen nekik is rossz, jó? Tehát, hogy... Két, H, és... Na, 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 na. Ez így nem lehet rájutni a faktorba, még egyszer. Ezt mindig el akartam mondani. Nem látom a kezeket és a szájakat. Na, 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 még egyszer. Na, 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 na. Na még egyszer! Csak a nők énekel. Yeah, yeah. Na jó. A momban a csajok okosak, a szájak nagyok, a szájak nagyok. A momban a csajok okosak, a szájak nagyok. Kíváncsi vagyok, hogy a bang-bang, vagyis a verbális egyepetje végül vajon hova vezet. Ha befizettél, tuti nem zavar, a csajraj az ábeli zűrzavar. Itt dumát rekeszteni nem lehet, sem nekem, sem neked. Itt az a jelszó, hogy mondd csak hello, mert összejöttünk, mi sok kicsi legó. Cica, baba, pipi, csibe, csajszili, baszik, vibige nem játszik. Itt az egyenjogúság tornászik. Refrém. Na 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 na. Na még egyszer! Na-na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na. Na még egyszer! Na-na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na-na. Itt nem gáz, ha valaki kanos, ha buldog az illető, s a neve Lajos. Nem ugrik össze, se hutú, se tuszi, az aklatásba kezd a Hernádi Juci. És nyugodtan lehet hahozni, dzsuzsákék le tudják tahozni. Csak egyet nem mondj, a szíved hazahúz, mert egyedül leszel, mint felcsúton a kalahúz. Na 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 na. Tapsoljunk itt! Na 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 na. Na 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 na. És önöknek is köszönjük szépen ezt a ma estét, hogy eljöttek. Nagyon kellemes ünnepeket kívánunk. Jövőre is lesz nőkomment, ezt megígérhetem. Vigyázzanak magukra, ne tülekedjenek a plázákba, és annak örüljenek, hogy akik szeretnek, ott vannak önök körül. Kellemes ünnepeket, és köszönjük, hogy itt voltak. Köszönjük. Gyertek sajnos. Na 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 na